ne csüggedjünk, mert mind a mellett, hogy a láthatatlan Isten mellettünk van, és pártfogó bennünket, amíg neki engedelmeskedünk, az mellett ő közben látja a mi igényeinket, és tehát tehát az Isten természetéből fakadó igényünket, mert ugye Isten is azért a szeretetnek az Isten, mert ő maga is vágyott társaságra, hogy nem azért vágyott társaságra, hogy ő vegyen, esetleg ahogy a kereszténységben mondják, hogy ő elvegye az imádatot az emberektől, ugye ez az Erich Csimbum cirkusz, hanem ő neki abban nyilvánul meg, hogy ő magat a szeretet, hogy ő akarta, hogy legyünk, hogy embereket teremtsen, és hogy legyünk, és hogy megismerjük, és visszajöjjünk hozzá, az ő közösségében jöjjünk, mert ő meg akarja osztani mindazt, ami neki van. Értitek? Hogy ebben nyilvánul meg a szeretet, hogy ő elsősorban, első helyen azért akart minket, hogy létezzünk, hogy ő megoszthassa sok-sok jóságát velünk, és másodszorban csak pedig, hogy ha már vele kapcsolatban vagyunk, és szeret minket, akkor ez motiváljon bennünket arra, hogy ő másokkal is ezt megoszthassa, ezt a szeretetét, ami elsősorban abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja a vétkeinket, és befogad az országába, harmadsorban pedig abban, hogy az életünk minden napján megtapasztaljuk azt, hogy amikor problémában voltunk, akkor ő kiszabadított bennünket. De ő tudja nagyon jó, hogy test vagyunk, testben élő lelkek vagyunk, és tudja azt, hogy ez akkor működik harmonikusan. Mert ugye például, ha megnézzük a katolikus egyházat, vagy a híd gyülekezetét, most csak ezeket tudom felhozni, nem azért, hogy ostorozzam őket egyáltalán, csak például meg lehet látni, hogy a katolikus egyházat, mivel a papok mivé válnak, hogy így lemondatják őket arról, hogy családban éljenek, és a szexuális életüket megéljék, és ezért lesznek ilyen aberáltak, tehát elkezd diszfunkcionálni a lényük, és ilyen izék lesznek, ilyen perverz vadállatokká válnak, hogy gyerekeket erőszakolnak meg azért a pénteki hittanóráról, meg ilyenek, értitek, ez a gyerekkereskedelem, meg gyerekpornó, tehát ezért válik az ember, aki az Istentől való természetet elfogyja, és ilyené teszi magát. Vagy például a hídgyülekezetből tudom csak mondani, hogy onnét, és én magam is különben ilyen voltam, miután ettől megszabadultam, akkor láttam ezt olyanokon keresztül, akik kijöttek a hídgyülekezetből, nem is, hogy kijöttek, hanem rövidebb időre kijöttek, azt visszamentek, azt kijöttek, azt visszamentek, hogy rajtuk, volt egy, van egy ismerősöm, nem tartom már vele a kapcsolatot valahogy bejárt, hogy nem tudom, hogy mi történt az illetővel, és egy hölgy volt, és ő is mindig egy társra vágyott, és hogy ez a hídgyülekezetben az emberekben súlykolt, ez az emberi szentség, tehát nem az Istentől való szentség, hogy az a szent életre való törekedés, hanem ez az emberi szenteskedés, tudjátok, ez az emberi szenteskedés, ezt annyira beleépítették ebbe a hölgybe, hogy ő mindig társra vágyott, és valami 20-30 éven keresztül csak kergette az álmot, és akkor fölépítette magába ez az emberi vallási dogmákból, ez az emberi szenteskedésből azt az eszmeképet, hogy ő milyen társat szeretne, és képzeljétek el, hogy úgy öregedett meg, töltötte be az 50-valahány életévét, hogy még mai napig is arról álmodozik szegény, mikor jön el a társa. Értitek? Holott az élete az életében egészen addig, amíg lett volna értelme házasodni, férhez menni. Számtalan esetben találkozott az életében olyan személyekkel, akik tökéletesen megfeleltek volna Isten szempontjából nézve arra, hogy a feleségévé válhatott volna azoknak a férfiaknak, vagy férfinak. Értitek? Tehát Isten számos esetben felmutatta előtte, de mégis ez az emberi szenteskedés, ez annyira elvette a figyelmét, hogy nem tudta meglátni a társában. És teljesen ilyen férfi karaktere lett ennek a hölgynek, és komolyan mondom, hogy teljesen ilyen kiállhatatlan emberé vált. És ezért van az például, hogy a hiteseket nem szeretik, és ezért válnak ők, ezért, mert fölveszik ezt a természetet, ezt a természetellenes természetet, ami nem az Istennek, meg az alkotásainak a természete, hanem egy ilyen vadállat természet az ördögtől, és ebben nőnek fel, ebbe belesújkolják, belepasszírozzák őket, ez a természetükké válik. Tehát például a hídgyülekezetben, hogyha
ilyen vaskalapos, hites nőkkel beszélsz például, vagy asszonyokkal, akkor azt hiszed, hogy a Németh Sándor alá szembe, és ott beszél hozzá. Komolyan mondom, hogy megrémít, hogy egyszerűen nem akarsz ezzel a személlyel többet beszélni. De ugyanígy van a férfiaknál is, hogy az a saját természetes természetüket elveszítik, amilyenek voltak, érted, ami úgymond másokban azt hozta elő, hogy én szeretek ezzel az emberrel beszélgetni, mert a jó humorú, és hogy azért, hogy tehát azok a pozitív, még Istentől való emberi motívumok. Tehát, hogy tudjátok, Isten beleteremti az emberbe az ő természetének egy részét, vagy a gondolkodásának egy részét, ezt hívják lelkiismeretnek, és akkor ez az emberben levő kis szikrány jó, ez az, ami figyelmeztet biztos bizonyos esetekben, hogy egy rossz érzést ad, hogy fú, nem bírsz aludni tőle, meg megijel, felkavar, és akkor tudod, hogy abban a szituációban, amiket döntést kell hoznod, hogy nem szabad döntést hoznod, mert a lelkiismereted tombol benned, hogy tönkre fogja tenni az életedet. És akkor nem érted teljesen pontosan miért, csak ez erősen motiválva érzed a lelkiismeretettől vezérelve, hogy el kell utasítanod ezt akár munkaajánlat, akár társat, aki társként jelentkezik, vagy bármi, tehát ami meghatározza az életünknek a folyását. Ezt Isten így a lelkiismeretenek keresztül is tud hozzánk szólni, mint például tudjátok, volt a lelkiismeret korszakot, nem voltak még írott törvények, nem is használtak írást a kommunikációra, főleg nem a törvényeknek a lefektetésére, és ott az emberek sajnos attól függően éltek, hogy mennyire folytották el magukban a lelkiismeretet. Ez nem egyenlő, amit a gyülekezetekben mondanak, hogy ez Szent Szellem hangja, hanem ugye az ember bárnyékolja az Isten, és akkor a lelkiismeret hangja felerősödik, és dörömből az embernek az akaratán keresztül dörömből a lelkiismeretünk, hogy ne menjünk bele abba a vállalkozásba, ne menjünk abba az üzletkötésbe bele, ne menjünk azzal az emberrel való kapcsolatba bele, és akkor még ugyan nem tudjuk, hogy miért, de utána halljuk el vissza, hogy hú, hát ez az ember ugyanezt az üzletet ajánlotta másnak, és nézd meg, földönfutóvá tette az embereket a környezetében, vagy éppen, hogy hú, hát ez egy házasság szédelgő nő volt, vagy férfi volt, és nézd meg, kifosztotta az ember teljesen, és akkor értjük meg, hogy ezért volt az, hogy hát ugyan nem értettük, hogy az atya volt ott felettünk, és bármik ott bennünket, és ugyan az értelmünkhöz nem tudott szólni logikus gondolkodással, mert érzelmileg voltunk fűtve, de viszont még a lelkiismeretünket tudta használni Isten, és a lelkiismeretünket át a dörömből, hogy megrázzon bennünket, hogy ne. Értitek? És ugyan így van ez például, hogy amikor a társválasztás van, ott is, hogy a lelkiismeret meg fogja erősíteni benned a döntésedet, hogy jól döntöttél. Hát például nézzük, ugye az igét olvassátok, hogy mondja Pál, hogy a lelkiismeretünk velünk együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8. Maga lélek tesz bizonyságot a mi lelkünk együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy ez mit jelent? Hát ugye van a belénk teremtett lelkiismeretünk, ami nem egy szellem, tehát nem így kell ezt felfogni. Tehát ez benne van a lelkünkbe, az akaratunkba, és hogy a lelkiismeretünk, olvasva még egyszer, bocsánat, hogy belekeveredtem. Előtte van, tudod, a Róma 8.14-ben, akiket Isten lelke vezér, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féltek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abba, atya, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünk együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Lehet ebből is látni, hogy Isten, mint a láthatatlan lélek, az láthatatlan személy, ugye úgy tesz bizonyságot. Azok az emberek, akik nem kerülnek az Istennel kapcsolatba, vagy valamilyen szinten kapcsolatba kerülnek, de az életük ilyen hullámzó, azért, mert nem fogadnak az Istennek szót, hanem ők mindig úgy akarnak élni Istenben, hogy ők mondják meg az Istennek, hogy ő nekik maguknak mi jó, és milyen eszközökkel dolgozzanak. Hát ezért vannak az ilyen önjelölt keresztények is, ugye saját maga eszközével, amit ő jónak lát,
emberekre akar hatni, hogy az Istenhez közel legyenek. De pontosan ebbe a csapdába esett bele a testi zsidóknak vélt askenázim kazár zsidóság. Ugye ők is, hogy ők Isten kiválasztott népének tartják magukat, és rossz eszközökkel küzdenek, dolgoznak, és akkor ezzel Isten nem vállal a közösséget, de viszont az ördögnek nagyon jó használ, az ördög nagyon jó használt veszi. Tehát, hogy amikor egy ember nem az Istennek a gyermeke, tehát nem az üdvösségnek az örököse, akkor a lelkiismeret vádolja az embert, mert a lelkiismeret nem akar elkárhozni a testtel együtt. És ezért a lelkiismeret kárhoztatja az embert, mindig olyan gondolatokat támaszt az embernek a lelkiismerete, látod, hogy ezt csináltad, ez sincs rendezve az életedben, látod, hogy azt csinálod, ezzel is az Isten ellensége vagy, és ezért el fogunk kárhozni. Értitek? Viszont amikor valaki úgy kerül kapcsolatba az Istennel, hogy egyszerűen megszűnik ez a kárhoztató vádlás, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkiismeretünk, ami Istentől van, az bizonságot tesz ezáltal, hogy nem vádol minket, hogy bűnösök vagyunk és kárhozatra fogunk jutni, akkor megszűnik a lelkiismeretnek a vádlása, kárhoztatása, akkor tudhatod azt, egyrészt, ez is egy nagyon erős indikátora annak, tudhatod azt, hogy Istennel való viszonyban jó úton haladsz, még a hibáid ellenére is, és a hibákat viszont Isten segíteni fog kiküszöbölni, rá fog mutatni bizonyos időben bizonyos eszközökkel, meg fogja azt adni, hogy hogyan küzdjél ellene. És ilyenkor ez az a második békesség, mert az első békesség ugye az, hogy mondja a megváltók, hogy hát az én békességemet adom nektek, meg hogy boldogok vagytok, hogyha engedelmesek vagytok, ugye, és azért, mert a lelkiismeret tudja azt, hogy amíg ebben az állapotban megmaradunk, addig nem vagyunk ítélet alatt. Ugye a lelkiismeretünk ez egy kicsit olyan érdekes dolog, hogy a lelkiismeretünk, nem tudom, hogy hogyan tudja ezt, tehát a lelkiismeretünk nem egy élő személy, mint mondjuk mi magunk így tehát egyben, hogy lelkünk van és testünk van. Nem is tudom igazán megmagyarázni, hogy mi az, vagy hol van az bennünk, de mivel Isten ezt nem jelentette ki, ezért valószínűleg nem is fontos vele foglalkoznunk. Elég azt tudnunk, hogy van lelkiismeretünk, és hogyha lelkiismeret nem vádol, akkor azt mondja, hogy bizalmunk lehet az Isten országához. Ugye bizodalmunk lehet az Isten országához. Nem tudom, hogy ebben van ebben a versben, vagy máshol van egy ilyen ige is, hogy a gyermekeim, vagy szeretteim, fiacskáim, ha a lelkiismeretünk nem vádol minket, akkor nagy reménnyel, nagy bizodalommal lehetünk az Isten országához. Mert ez a lelkiismeret tudja bennünk, hogy mikor vagyunk olyan állapotban, bűnösök, amikor ítélhetőek vagyunk, és a lelkiismeretünk nem akar elkárhozni. És ilyenkor támasztja ezeket a gondolatokat, hogy ne tedd, nem jó, gondold át még többször, jobban tudod, meg ilyesmi. És pontosan ez nekünk a jó, mert azt mondja valahol az írásban, hogy az embereknek a fiai, a földön élő emberek sovárogva várják az Isten fiának a megjelenését, pontosan azért, mert ők nem tudják, hogy ezeken az embereken keresztül, az Isten fiakon keresztül, tehát az Isten fiának engedelmeskedő, valóságos Krisztus követőkön keresztül juthat el hozzájuk az az információ, amire rátehetik az életüket, és elkezdhetnek általa élni, és bennük is megszűnhet ez a haláltól való félelem, mert ugye azt mondja, hogy hát az egész világ sóvárogva várja az Isten fiának a megjelenést, és nyők a haláltól való félelem miatt. Valahogy így hangzik ez az ige. Ja, szeretném, a szívünk nem vállal minket, bizodalmunk van Isten, ott így van. Hát ez valahogy az akaratunkban van benne, ez a lelkiismeret, amit nem is jó kifejezés magyarul, ez a lelkiismeret egyébként sem, de nem is tudom, hogy mivel lehetne helyettesíteni, de ez az akaratunkban van benne, de mégis úgy, hogy az akaratunk társul az ismerettel, a gondolkodásunkkal, mert valahogy ezen a számunkra felfoghatatlan és láthatatlan úton működik ez, hogy az akaratunkban az van, a gényeinkbe is teremtve, testileg is, meg az akaratunkban is az van, hogy Istennel akarunk élni örökké, nem akarunk meghalni, és nem akarunk elkárhozni. És ezért használja például az Isten
végső esetben azt, hogy az embereket megfélemlíti, félelemre és rettegéssel rántja ki őket a kározatból, vagy elejéig vetíti, igen. A Bibliában nem lenne leírva, hogy van az ördögnek és a sátánnak, és az angyalainak rendelt hely, ahova végleg el lesznek zárva, ahol Istennek a jelenlétéből, a jóságából semmit nem tapasztalhatnak soha többé, csak kizárólag szenvedés, tehát ebben a kénkővel izzótóban. És akkor ezt Isten nem mondaná el az írások keresztül, hogy de nem csak ő nekik teremtetett ez a hely, hanem azoknak is, akik szót fogadnak neki, és az ő embereinek, és az ő hamis profétáinak, meg prédikátorainak, meg hamis pásztorainak, meg benéhinyeinek. Mind oda fog kerülni. Ha Isten ezt nem tenné ki, akkor a legtöbb ember, aki kapcsolatba került Istennel, és megmarad benne, soha nem kerülne kapcsolatba Istennel, mert akkor egyből elkezdene dolgozni az ész, ugye, hogy hát ha nincs pokol, akkor tulajdonképpen bűn sincs, mert hogyha nincsen bűn, akkor nincs ítélet, ugye? Az ember agyi, az embernek az agya, hogyha az ördögnek a gondolkodása van benne, azonnal ki tud találni mindenféle megoldást mindenre, ugye, mindenféle elméletet. De viszont, hogyha az ember ezt ledobja magáról, és Isten szerint kezd gondolkodni, akkor az ember belátja azt, hogy tényleg én húzom úgyis a rövidebbet, és én nem vagyok olyan bolond, hogy önmagam ellen harcoljak, el akarjam magam pusztítani a kárhozatban. Mert oda leszek száműzve az ördöggel együtt, mert neki fogadtam szót, nem engedetlenül éltem. És ilyenkor, amikor az emberek ebben élnek, a világi felfogásban, még Isten megpróbálja még a lelkiismeretet is használni, hogy gondolatokon keresztül előjön az ember akaratából az, hogy üdvözülni akarok, Isten országában akarok örök élni, de hát az embernek az elmében ez nincs meg ez az információ, hogy van örök élet, meg Isten, meg mennyország. Az ördögnek az elméje van az embernek az elméjében, a gondolkodás mondja, és ezért úgy elhiteti magával, hogy nincsen mennyország, nincsen pokol, nincsen bűn, nincsen igazság. Az ember él csak így a vakvilágban, de viszont Isten ezt felül tudja írni azzal, hogy az akaratában, ami mélyebben van az akaratunkban, hogy a Krisztusnak az akarata az volt, hogy az akaratodat teljesítsen minden napon, ó Isten. Tehát ez van az én keblem közepében, ez van az én szívemben. Tehát ez a szimbolikus kép az azt jelentette, hogy az akarata, tehát az ő teljes akarata legbelül, ami minden cselekedetét meghatározza és motiválja, az az, hogy semmi más nem tart fontosabb, csak az Istennek engedelmeskedjen. Na most bennünk is ugyanez van az akaratunkban, legmélyen bennünk, hogy mi örökké akarunk élni. Mert valahonnét a testünk is tudja azt, a genetikánk miatt tudja azt, és valahonnét a lelkünk is tudja, nem tudom megmagyarázni, hogy az. De ezért van az például, hogy eltelik pár nap, vagy csak amikor jön a születésnapunk, akkor itt eszünk, na megint öregebbek lettünk. De egyébként nem gondolunk rá. Miért? Azért, mert az emberi testünknek is, a genetikánknak, és a lelkiismeretünknek is az volt a természetes kezdettől fogva, hogy örökké éltünk az Istennek a közelségében, amíg engedelmesek voltunk. És a lelkiismeretünk, tehát az akaratunknak az a legmélyebb pontja, amiből kiindul minden akaratunk, minden, amit cselekszünk, abból indul ki. Tehát, hogyha az ördögnek az elméje szerint gondolkodunk, és az akaratunk azzal páros, akkor nyilván rosszat akarunk cselekedni, hogy előre jussunk, gazdagodjunk, meggazdagodjunk, megtollasodjunk, másokat levegyünk, tönkre tegyünk, az mi saját előrejutásunk. De amikor az Istennek a gondolkodása jön be az elménkbe, úgyis megújul, hát erre mondják ezt a kereszténységben is, hogy újjászületik a szellemünk, de ezt, hogy nincsen szellemünk, lelkünk van, és a gondolkodásunk tud megújulni, hogy az ördög gondolkodása helyett felveszünk az Istenféle gondolkodást, és amikor ez már belép az elménkbe, és ezzel élünk, akkor fel tudjuk ismerni a lelkiismeretünknek a hangját, hogy látod, már a lelkiismeretünk is szól, tehát az Isten szól hozzánk, mert a gondolkodásunkkal nem akarunk szót fogadni, és nem akarjuk megérteni, mert így már Istent ismerjük, nem akarjuk megérteni, hogy az a dolog, amiben bele akarunk vágni, az ő szerinte nem jó. De mivel nincs körülöttünk senki, vagy ha van körülöttünk más, és figyelmeztet, és Isten látja, hogy nem akarjuk elfogadni a másokon keresztül őtől lejövő figyelmeztetést, tovább akarunk menni ebbe a dologba, és Isten figyelmeztet, ne csináld, mert tönkreteszed az életedet. Azt, amit eddig kimunkáltam benned évek során, azt te most egy tolvonással egy nap alatt tönkre fogod az egészet, és romba döntöd az életedet éveken keresztül, ami ezt követi. És ilyenkor a lelkiismeretünkkel keresztül szól az Isten is. És a lelkiismeretünk üdvözülni akar, örökké akar élni, az valahonnét az olyan, mint a testünkben a genetikán, az ősi gének, hogy
tudják azt, hogy a génjeink, nem tudom, hogy hogyan, ahogyan Isten beletáplálja a génjeinkbe azt, hogy milyen magasak legyünk, tehát abban az ugye a genetikánk, a génünk hordozza az információt arról, hogy milyen magasra fogunk nőni, milyen színű lesz a hajunk, minden testi ismertetőnk abba a génbe van belekódolva, beleplántálva, és ez mellett még benne van az is, hogy tudja azt, hogy örökké értünk. És hogyha az embernek az elmében az ördög természete van, akkor a test arra motiválja a gondolatokat, hogy oda próbáljunk visszatérni ehhez az örök életűséghez. És ezért az ördög ezt nagyon jól meg tudta játszani, hogy ezért kitalálta az elméleteket, beállta az embereknek, és a technológián keresztül, ugye a természettudományból, amiből származik minden technológia, a természet megfigyeléséből, ugye ez kifejlődött nagyon magas szintre, és az orvostudomány is olyan magas szinten van, hogy meg tudnak gyógyítani olyan betegséget, amit régen nem tudtam meggyógyítani. És ez miatt az ördög ezt kihasználja arra, hogy egy ilyen materiális világnézetre tanítja az embereket. Nézd meg, hogy a rákbetegség így alakult ki, a szabad gyökök elhatalmasodnak az ember szervezetében, ehhez megvan a gyógymódunk, és akkor alá kell vetni magunknak, és akkor, amikor jössz az Istenről, beszélsz neki, miről beszélsz? Hát az orvos tudományon keresztül mindent meg tudunk ma oldani, értitek? Tehát ebből származik a materiális gondolkodás az ember elméjében, hogy az ember olyan ismereteknek fogad szót, amit az embernek a teste Isten nélkül akar megnyerni, hogy azáltal föntartsa, visszaszerezze az örök életet. Ugye ezt szokták az Istenben bízó, Istennek engedelmeskedő tudósok mondani, hogy amit az ember a bűnnek való engedelmességgel elvesztett, az ismerettel és technológiával akarja azt visszaszerezni. Ez pedig a halhatatlanság. És ezért fut az egész világ, ezt lógatja az ördög ilyen mézes macaként, ilyen sárgarép függő, ilyen horgászsinoron függő sárgarépaként lógatja a szamár előtt az ördög, az emberek előtt ezt a célt, hogy ezért küzdjetek, mert a technológia által visszajuthatunk, és örök életű, vissza tudom adni nektek az örök életűséget Isten nélkül. És ezután fut az emberiség, megtesz mindent ezért, és nem veszik észre, hogy ezen keresztül az ördögnek építik fel a világbirodalmat, hogy majd a végén a terve szerint bebírja ültetni a World Presidentet, a világ királyát majd az antikrisztusi templomba. Viszont, hogyha az ember az Isten természetét kezdi gyakorolni, és az Istennek az ismerete, az Isten igazságának az ismerete dolgozik az ember elméjében, és ehhez párosul az emberben levő lelkiismeret, akkor az viszont az Istennel való még szorosabb kapcsolatra fogja összenőzni az embert, amikor az ember tévedezik, és nem akar szót fogadni a körülötte levő másik profétáknak, ugye vigasztalóknak, tanítóknak, fedőknek, akkor a lelkiismeretet szólaltatja meg az Isten az emberben, bárnyékolja az embert, mert még mindig Istenhez tartozik, nem lépte meg a bűnös utat, és a lelkiismeretet motiválja arra, hogy a lelkiismeret meggyőzze az ember elmét, hogy nem szabad, vissza kell térni, mert el fogunk kárni. Nekem például nagyon sokszor volt ilyen, meg van is a mai napig is, hogy amikor előfog egy dolog, amiről nem vagyok tisztában, hogy mi lehet az, és akkor elkezd a lelkiismeret bennem dörömbölni, és fölhozza azokat az igéket, hogy mire nézve ne tegyen meg azt a lépést, mert el fogok kárhozni, hogyha abba tovább megyek. És akkor én nem tudom, hogy mi lesz a vége a dolognak, de inkább úgy döntök, hogy nem. Hallgatok a Pál apostol szavára, azt mondja, minden, ami rossznak is látszik, már ami csak rossznak is látszik az üdvösség megtartása szempontjából, hogy elveszíthetem az üdvösséget és a Istentől nyert bocsánatot, azt én kerülöm, már csak hogyha rossznak is látszik, vagy legalábbis utána nézek, hogy mi az. És pontosan ezt használják ki a gyülekezetekben, meg az egyházakban, hogy ezt a lelkiismeretnek ezt a hangját a teológiákkal, ilyen luciferi babilon teológiákkal elnyomják. És beagymossák az embereket, és a lelkiismeret hangja, mikor megszólal, akkor egyből rávágják az okult teológiákat. Ugye ilyen esetben, amikor nagyon sok emberben a filmeink kapcsán, ha kapcsolatban kerülnek emberek a filmjeinkkel, akár csak hanganyagban, vagy teljes videóformátumban, mikor ezzel kapcsolatban kerülnek, és feljön bennük a lelkiismeret hangja Istentől bárnyékolva, ugye ilyenkor, amikor valaki nézi a filmjeinket, akkor Isten be fogja árnyékolni
azokat az embereket, akikről látja, hogy tudnának engedelmeskedni neki, és megtehetnék, hogy Isten szerinti motivált lépést tesznek. Ilyenkor Isten motiválja a lelkiismeretét annak az embernek, hogy tényleg, hát ez miatt ki kell lépni, el kell hagyni ezt a gyülekezetet, el kell hagyni az egyházat, kilépni ebből a hamis kereszténységből, ebből a Lucifernek a zsinagógájából, amiben iskolaként tanítja az embereket az Istennel szembeni engedetlenségre, ebből ki kell jönnöm. Ezért van például, hogy Edith is mondta, meg mások is, hogy nem tudta megmagyarázni magának, de olyan háborúságot érzett magában, hogy ez annyira csak nőtt az idők során, heteken keresztül, hogy már csak így érzelmekre hallgatva meg kellett tennie azt a lépést, hogy megszabaduljon ettől a megrázó belső érzéstől, nem tudom, minek lehetne nevetni, nem érzés, nem tudom miért. Tehát a lelkiismerete volt az, hogy ha itt maradsz, el fogsz kárhozni. És ez mindenkiben működik a gyülekezetben, kisebb-nagyobb mértékben, és akiknek kételjeik vannak az elhangzó teológiákkal kapcsolatban, azoknál még ez a lelkiismeret hang, ez erőteljesebben tud megszólalni és dominálni, rávenni az embert, hogy ezzel együttetű lépést tegyen, és így megérti az ember, hogy eszébe jutnak azok az igék, hogy hát ha ebben az engedetlenségben marad meg, ugye Jézabelnek az okkultizmusra tanításában a nyelveken szólás, meg Szent Szellembe töltekezés által, a Bálámféle hamis profétálással, hogy ő tizedet ad a hazudozónak, és a hazudozó pedig elfogadja ezt az anyagi összeget az ő hamis profétálásáért, vagy az egymáson való uralkodás, amikor ilyen piramis rendszerbe szervezve mindenki uralkodik mindenkin, és így működik ez a kontroll mindenkiről. Hát a fővezető mindenkiről tud mindent, az alatta a beszervezetekről. Ha ez a három megnyilvánul, akkor az emberben levő lelki is mindig meg fog szólalni. Csak amikor az ember hallgatja az ilyen Kenneth Copelandeket, meg Németh Sándorokat, meg ezeket a fizetett hazudozókat, akkor az ember azért, mert neki tetszik az a teológia, főleg, hogy most beszéljünk elsősorban a meggazdagodás, megtollosodásnak a teológiájáról, hát persze, hogy inkább annak fogok hallgatni, mint a saját lelki ismeretemre, mert ez az ember azt mondja nekem, hogy ha bedobok egy ezrest, akkor 20-assal megyek haza a jövő héten. 20 000-re fogok hazamenni. Hát ennél jobb, az Isten nem is adhat nekem. Persze, hogy a test egyből rávágja, igen, ezt kell követni. És a lelkiismeret hangát pedig elfogyja az emberben. De viszont hála Isten, hogy Isten annyira nem hagyta magára az emberiséget, hogy ugye a világ gonoszait is meghagyta arra az esetőségre a saktáblán, hogy ha nagyon sok ember lesz, aki benne van ezekben a gyülekezetekben, és viszket a fülük, de Isten tudja róluk, hogy ők megnyerhetnék az üdvösséget, mert ők nem azok a fanatikusok még, hanem azok, akikkel még az ők egyelme még változtatni tud, akkor elkezdi a világ összeomlásán keresztül, a nehézségen, a gazdaságon, az infláció minden keresztül, elkezdi az ember életét összetönteni, és így megveri az embernek az életét, és ebben a nyűgésben, nyüglődésben az az ember, aki addig elfolytotta a lelkiismeretét, arra a meggyőződésre fog jutni, hogy mindez az összeomlás annak a következménye, hogy én elfogadtam a lelkiismeretemnek a bizonyságtételével szemben, elfogadtam a Németh Sándornak, meg a Szidikinek, meg a Dalol Kreflónak, vagy az összes többinek elfogadtam a hazugságát, ezt döntötte romba az életemet, és még mindig élek, még mindig van lehetőségem, ezért ennek hátat fordítok. Hát valakit az utolsó helyen így tud az Isten visszafordítani, hogy megajándékozhassa az ő kegyelmével örök élettel, értitek? És ez a lelkiismeret, ez mindig figyelmeztetni akar. De viszont, amikor jó helyre kerül az ember, most ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi vagyunk az egyedüli jó hely, biztosan rajtunk keresztül is működik sok-sok ilyen csoport, mint a miénk is, ahol az Istenhez terelik közel az embereket, és jó erkölcsre tanítják az embereket, és hogy szakadjanak ki az ördögi hármasságnak a szisztémájából, azokból a kereszténynek nevezett hamis Krisztus követési gyülekezeteknek, meg egyházaknak a kötelékéből, ahol piramis rendszerű van, ahol Bálámnak a tizedért való hazudozása van, ahol Szent Szellembe töltekezés van,
meg okkult nyelveken szólás és az összes többi varázslás. Ugye megint, ahogyan csak hallottuk itt, vagy olvastuk, beszéltünk arról, hogy megint ez a, csak ezt hozom fel példák, kizárt példaként, hogy ez a Mária, aki megfizetett egy embert a világból, hogy istentelenül intézze el azokat az embereket, aki a Mária ellen mer szólni. Tehát micsoda varázslás ez, igaz? Teljesen Jézabelnek a ugyanaz a technikája, amivel megölette Nábótot, mert nem akarta azt nem akart engedelmeskedni a királynak. Ugye? Ugyanaz történt ezzel a Mária nevű személlyel is. Ez ugyanolyan, mint a király, akinek nincsen az ereje, de megtalálta Góliátot, ezt a két méteres ember, és betette a hadseregébe, és ezt oda tette a hadsereg élére, és minden nap ezt mutogatta a Jákobnak, az istentelen fiainak, és nem ismertek ellenesen, még csak szólni sem, amikor megjelent a színen Góliát, akkor a zsidóknak, a hébereknek, az engedetlen fiainak a hadserege azonnal berezelt, azonnal gatyába szállt a bátorság, futottak hanyat hondok, pedig még csak egy nyílővés sem történt, értitek? Tehát a királynak még semmit sem kellett tenni, hogy féljenek ő tőle, a maga előtt kiküldött egy olyan embert, aki rá tudta venni az embereket, az ellenségnek a táborát, hogy hallgassatok már a mi királyunkra, mert mi erősebbek vagyunk, mert mi nálunk ilyen hatalmas dolgok történnek, mi nálunk ilyen hatalmas harcosok vannak, tudod, mi olyan szellemi harcosok vagyunk, mi minden nap fölöltözködünk megvalláson keresztül a szellemi fegyverzetben, és amikor pofon veri az embert, akkor egyből a security guard odajön, és nagyon rugdossa az embert. Tudod, így működik ez a nagy szentséges kereszténység. És ugyanez van az életünkben, ugyanezzel riogat az ördög is, hogy őneki már nincsen hatalma, hanem olyan emberek, akik a pénzen keresztül, meg a politikán keresztül, ugye az ország élére kerültek, így uralkodnak, kontrollba tartják az országok lakosságát, és ezért így tulajdonképpen tudatalatt az emberek engedelmeskednek az ördögnek, mert félnek, hogyha a politikusok olyan törvényt hoznak, hogy betiltják a vallás szabadságot, akkor mindenkit felakasztanak, mert akármilyen vallású. Ezért inkább nem szólunk semmit sem, hanem bólogatunk és szót fogadunk az állami tisztviselőknek, akik a saját kényük kedvük szerint ördögtől való motiváltságból hoznak törvényeket, hogy így uralkodnak az embereken. Ugyanez lesz például az antikrisztusi időben is, amikor ez a világdiktátor, hogyha erre sor fog kerülni, hogy ez fizikailag fog megtörténni, és nem csak szellemileg, ami már megtörtént, ugye, hogy a kereszténység, mint az ördögnek a zsinagóga, az ördögnek a temploma, az istentelen, vagy az engedetlen emberek, akik látszólag Isten követik, tehát az engedetlenségnek a gyülekezetében, ugye az ördög beült, és az engedetlenség tanain keresztül az emberek ezeket végrehajtják, így engedelmeskedjek, így imádják az ördögöt tudat alatt. Ugye ugyanez működik valószínűleg, hogyha ez fizikailag működni fog, ha nem csak arról van szó, hogy így szellemileg. Tehát ha fizikailag tényleg arról ez meg fog történni, hogy templomot építenek, ezt az ötödik templomot, és ebbe beültetik a Rothschildnak a jelenkori trónörökösét, aki a világokkal való különféle házasságokon keresztül elmondhatja magáról, hogy én vagyok a világ minden országának a királya, és ő, amikor utasítást hoz azon keresztül, hogy az ő besúgó miniszterei, tehát az országoknak a vezetői a parlamentekben ugye elmondják az antikrisztusnak, hogy nálunk mi a helyzet, növekszik a Krisztus követőknek a tábora, a gyülekezeteik, az egyházaik, a hamisításnak, a hazugságoknak a templomai ürülnek kifelé, akkor az antikrisztusnak ezt megjelentik, és az antikrisztus az ördögtől motiválva hoz egy olyan döntést, oké, olyan rendőrséget kell létrehozni, minden ország nyomtasson pénzt, ezzel fogjátok pénzelni, nem az adókból, ebből a játékpénzekből fogjátok pénzelni a rendőrséget, egy olyan új SWAT teamet fogtok létrehozni minden országban, besúgókat fogtok fizetni, akik beépülnek ezek a föld alatti mozgalmakba, ahol valójában a Krisztus követik, és följelentitek ezeket, itt fog beteljesedni az a proféciája a Josuának, hogy törvényszék elé állítanak pedig titeket az én nevemért. Tehát az antikrisztus korszakban ez úgy fog megvalósulni, hogy beárulják ezeket a csoportokat, mert ahogy az idővel megyünk előre, és az antikrisztus birodalma egyre inkább fejeződik be, ez mindennapos lesz, hogy besúgók fognak beépülni a kisebb csoportokat,
titokban, akik már csoportokban működtek rajtunk kívül is, velünk párhuzamosan, megpróbálnak beépülni, és hogyha nem lesznek bérelbeliek, vagy nem néztek utána annak, hogy ki az az ember, egész pontosan, akkor ez be fog épülni, és belülről szét fog zilálni, tönkreteszi a csoportot, vagy ha ez nem fog neki sikerülni, akkor viszont fel fog jelenteni, el fog járulni, hogy hol gyűltök össze, milyen időpontban, kik azok név szerint, és így elkapnak benneteket, és így az Antikrisztus kivégeztet majd nagyon sok embert a mindenféle törvényre hivatkozva, és azok az emberek, akik ezt végrehajtják, meg azok a keresztények, akik még ugye megmaradnak a kereszténységben, és ezt jónak tartják, hogy igen, így kell elbánni a hamis prófétákkal, mert ugye ők, nekik az lesz az agybemosásból beadva, hogy hát ezek mind ilyen hamis proféták, erről beszél a Biblia, ezeket ki kell likvidálni kell őket, ki kell írtani őket, mert ezek az Isten munkájának a terjedését ezek meggátolják, ugye ez fog végbe menni, és így fog menni ez az antikrisztusi időben. Tehát ezért szellemileg a kereszténység a sátánnak a zsinagógája, és akik benne vannak, azok így tudatalatt sátánt úgy imádják, mert szót fogadnak azoknak a tanoknak, amiket ezekben a keresztény gyülekezetekben tanítanak, ami teljesen abszolút módon ellentétes az Isten akaratával és gondolkodásmódjával. Beszélünk itten, ahogy az utóbbi hanganyagot készítettük, a Szent Szellem kitöltetésről, ugye, amit ők pünkösnek neveznek. Ha megnézitek azt a dátumot, ugye beszéltük, tehát az a dátum, ami a nap, a Gregorián időszámítás, ami a nap járáshoz van kötve, ennek a pünkösnek a napja nagyon csak eltér attól a pünköstől, ami nem pünkös, hanem az 50. nap, tehát az engesztelés évének, a kürtölésnek az éve, amiben ugye egyrészt összehívták, az Isten összehívta a neki engedelmeskedőket, hát nézzétek meg az 50. napot a felházban, 12 apostolt, meg a velük levő 120-at találta abban az időben Jeruzsálemben, ez a 132 ember volt Isten előtt olyan engedelmességben, hogy őket össze tudta hívni. Az elragadtatás is ugyanerről fog szólni a nagy nyomorúság végén, hogy azok, akik szót fogadtak és bevégezték a feladatukat a nyomorúság idejében, és még életben maradtak, azokat Isten a kürtzengéssel össze fogja őket hívni. Tehát egyrészt az összegyűjtetésnek volt, az egybehívásnak volt, tehát a hazavitel előtti összehívásnak volt az ünnepe, ez a profitikus ünnepe az Ószövetségben, másrészt pedig az adósságok elengedésének a kinyilvánítása az engedelmeskedők által. Tehát mi történt? Láthatjuk ugye, ahogy beszéltük az 50. napos hanganyagunkban, hogy nem valamiféle szentelen kitöltetés történt, hanem az engedelmesség lelkületének a terjesztése történt. Hogy ezeken keresztül kimentek az utcára a 12, és elmondták az embereknek, hogy Isten kész megkegyelmezni mindazoknak, akik elfordulnak a bűneiktől, és szót fogadnak az atyának, Isten fölfüggeszti az ítéletet rajtuk, és ezt elterjesztette azokon a kereskedőkön, meg azok, akik ott voltak akkor éppen Jeruzsálemben, elmentek haza sátországokban, így robbanásszerűen terjedt, és terjeszkedett az Istennek a hegyelméről, amit ugye vallásosan a sátán zsinagógájában, a kereszténységben evangélizációnak, vagy evangéliumnak neveznek. Tehát itt tulajdonképpen az Isten igazságának, az örömhírének, hogy megszabadulhatunk az ítélettől, ha szót fogadunk az ő fiának, és elengedi Isten, kész elengedni minden adósságunkat, hogyha a szót fogadunk és úgy viselkedünk, ahogy ő kéri, annak az adósságnak, az elengedésének a híresztelése volt ez, tehát az 50. nap. És tehát ahol engedelmességben gyűlnek össze az emberek, tehát nincsen semmilyen jele a babiloni kereszténységnek, az okkultizmus dobáinak, tehát a piramis ellen való szervezettségnek, ami a nikolaiták uralkodásának a bűne, nincsen jele a Jézabel okkultizmusának, tehát szentelen betöltekezésnek és álnyelveken szólásnak magyarázó nélkül, tömegesen, nem egymás után, ahogy Isten parancsolja ezt. Tehát nyilvánvalóan, ahol működik a nyelveken szólás így magyarázó nélkül, és nem egymás után, a gyülekezet építésére, hanem önmaguknak a bolondoztatására, csiklakozására használják ezt. Nyilvánvalóan, hogy ez nem Istentől van, hanem ez az ördögtől működik.
itt nem vesz részt, mert Isten soha nem fog elmenni, és nem is ismeri el Isten ezeket a gyülekezeteket az övéinek, hanem a maga fia által, a megváltó által Sátán zsinagógájának nevezi. Azért, mert az ördögtől vannak ezek a hamis tanok, és aki ezt gyakorolja, az igazságtalanságban él, és egyetlen igazságtalanságot cselekvőnek sincsen örök élet, ezt megmondta Isten az írásban. Tehát ezért így az emberek tudatalatt imádják a kereszténységben a Lucifert, Sátánt, mert ugye az Lucifertől jövő tanok, tehát a nikolaiták bűne az ő tanok, a Jézabel rejtett okkultizmusának a megnyilvánulása, és a tizedért, meg ajándékokért való hamis profétálás. Tehát ez ahol működik, és ez működik, ez az alapvető három pillére ennek az ördögi háromságnak. Tulajdonképpen erről szól a Szent Háromság is, hogy pénzen keresztül, dogmákon keresztül és megfélemlítésen keresztül tartja fenn ezt a babiloni Sátánnak a zsinagógáját az ördög, és passzírozza be az embereket. Így kereskedik a népeken, ezért népeken taposó az ördög. Mert így tolja bele az embereket ezekkel a dogmákkal, minden, és így az emberek ítélet alatt élnek, azt hiszik, hogy üdvösség van, de ítélet alatt élnek, mert a tudatalatti Lucifer imádással, az engedetlenségnek a tanáinak a gyakorlásával Isten elleni lázadásban vannak, és itt dörömből a lelkiismeretük, hogy innen ki kell menni, innen nagyon sok levelet kaptunk, nagyon sok, emlékszem rá, meg bizonyosan ti is emlékeztek, amikor az a főorvos úr, aki egy időben gyakran látogatott minket, elmesélte, hogy a felesége is, meg ő is állandóan ezt rakatolt az elméjükbe. Fussatok ki Babilonból, fussatok ki Babilonból. És nem tudták, értelmükben nem tudták megmagyarázni, hogy miért van ez. És érdekes módon, hogy abban az időszakban kapta ki ez az ember utasításként a kedves barátunk a hídgyülekezetének a főső vezetéséből, hogy végezzen egy olyan tanulmányt, nagy alapos utánajárással, hogy hogyan fog történni az elragadtatás, meg nem is tudom, mi volt még ott, ennek kellett utána néznie. Ez a kedves barátunk, ő több nyelven beszél, és ír, olvas, héberül és ógörögül. Megértette azt ebben a nagy utánajárásban, tehát itt az ördög saját magát verte fejbe, saját magának adott egy jobbost, hogy ebben a nagy utánajárásban rájött ez a kedves barátunk és ismerősünk, aki csinálta a Szidiki féle fordításokat, és el is mondta, hogy ha tehetné, elégetni az összeset. Visszament a vezetéshez, elmondta, hogy testvérek, bajban vagyunk, mert mi hamis fordításokat alkalmazunk, hamis teológiákat hirdetünk, és ennél fogva mi az Istennek az ellenségei vagyunk, ebből meg kell nekünk térnünk, és tudatnunk kell a hívekkel, akik minket hallgatnak példaképként, hogy tévedtünk, és váltanunk kell. És ezt mikor bejelentette ez a kedves barátunk ott a vezetésbe, azonnal kidobták őt, és még mielőtt hazaért volna, már a gyülekezet vezetéséből, vidéki gyülekezetből már le is váltották, még haza se ért szegény. És ebből értette meg, hogy ez az a Babilon, amiből ki kell jönni, és a felesége és ő, hogy zakatolt bennük a lelkiismeretük, hogy amíg ott vannak, kárhoztatás alatt élnek az Istennek, ha meghalnak hirtelen balesetben, azonnal pokolra fognak kerülni. És úgy, hogy abban a meggyőződésben érték le az életüket, hogy ők azt hitték, hogy örök életet kaptak a Jézustól. Tulajdonképpen így a lelkiismeret munkáján keresztül kalandoztam el ide, remélem, hogy nem veszitek zokon. És ezért van az a gyülekezetekben, az ördög zsinagógájában, hogy emberek, ahogy Edit is, meg a főorvos úr is, meg mindenki más, aki csak kapcsolatba lépett. És érdekes módon, hogy 10-ből 9-nél mindig ugyanaz volt, hogy ki kell futni Babilonból, fussatok ki Babilonból, fussatok ki népen Babilonból. Hogy emlékeztek rá, hogy hány ilyen bizonyság volt, hányan elmondták ezt, hogy nem tudták, hogy miért. Hát az emberi elméjükkel nem tudták felfogni, de viszont a lelkiismeretük dörömbölt, hogy ki kell futni Babilonból. És utána olyan események történtek velük, amiken keresztül megértették, hogy persze, hát a jelenlegi gyülekezetem, az egyház, a saját egyházam az, amiből ki kell futni, mert ő a legnagyobb ellenségem, mert ezek a fizetett pásztorok, gyülekezetvezetők, meg szolgálatvezetők,
ők adnak nekünk olyan tanokat, amik látszólag úgy tűnnek, hogy hát ez a nagy kereszténység, betöltekeztem Szent Szellembe, bennem van a Szent Szellem, az Isten van bennem, ezért biztos, hogy örök életem van már. Értitek? Tehát ezzel győzik meg őket és önmagukat is, és akkor ilyenkor dörömből bennük, fussatok ki Babilonból, fussatok ki Babilonból. És ezzel együtt Isten úgy alakítja nekik a mindennapjaikat, olyan csalódások, olyan pofonok érik őket a saját addig nagy hittestvérüknek tartott tagoktól a gyülekezetből, hogy megértik, hogy hú, de jó, hogy megvesz az Isten, megpofozott, megvesződött, mert így kivilágosodott, hogy ez a szerelmem érzés, ami hozzákötött a vakon a gyülekezethez, meg az egyházhoz, és ugye látjuk ezt, hogy az embereknek nincs is más képük, ezt ebben nevelték fel őket, hogy tulajdonképpen gyülekezetem, meg egyházon, meg mozgalmon kívül nem is lehet igazán ezeken kívül a történelmi egyházakon, meg a bejegyzett államilag elismert New World Order sátának a zsinagógái nélkül nem is lehet már üdvössége senkinek sem. Tehát ebben ezt adták be, ezt a világképet, és ezért vannak sokan, hogy hát de hogyan lehet élni gyülekezet nélkül meg. És ugye ez az elvakító szerelemérzés, ami hozzáköti az embereket, hogy akkor is elmennek, hogy tudják, vannak, akik tudják, hogy kárhozat alatt vagyok, mert ide járok ebbe a gyülekezetbe, de mégis elmegy, nem tudja magának megmagyarázni, hogy miért. Hát azért, mert be van töltekezve az engedetlenségnek a szellemével, amit ott ők náluk Szent Szellemnek mondanak, nyelveken imádkoztatják őket tenni is kísérletben, ugye mindenki haladzsázik össze-vissza, és nem úgy történt ez, mint például az 50. napon, amikor ugye a másik dolog, ami történt itt, hogy ugye Isten kihirdette az elengedését, vagy hajlandó elengedni az ítéletet azok számára, akik bejönnek a bárkába, ugye Noé bárkájába, tehát Isten volt szimbolikusan Noé által megjelent a Noé bárkájában, Noéként, és a bárka volt az eklézia, ugye, amit kihoz Isten a gyülekezetekből, meg a kereszténységből, és a galamb volt ugye a megváltónk, az olajág volt a szimbólum az Isten megmentői tervének, amit kidolgozott az emberiség megmentésére, és hát nem, soha nem volt a Szent Szellemnek az igazi értelembe vett Isten léleknek láthatatlan személyének, ami Istenünknek soha nem volt a jelképen valam. Tehát ezért futnak ki sokan a gyülekezetből, meg az egyházakból, mert tudják, hogy ez az ördög zsinagógája, mert ezt a szervezetet, ezt bejelentették az ország vezetésében, a parlamentben, a tartotékrendszerbe, le van káderezve, be van iktatva azok közé, akik engedélyt kaptak, különleges jogaik vannak a működéshez, államtól elismerve, és ezt az államot ugye az illumináti, Lucifer imádók vezetik, és hogy milyen doktrinák hangozzanak el, hogy ez még jobb legyen, még jobban el lehessen fogadni ugye a keresztényeknek a gyülekezetbe, ezt mindig az Egyesült Nemzetekbe találják ki. Ugye a Dennis Bailey, aki a Lucifer Trustot létrehozta azzal a szándékkal, hogy ott kreált ördögi babiloni tanokat fognak kiosztani az Egyesült Nemzeteknek a vallásügyi minisztériumában, amiket ugye aztán tovább kiosztanak minden országba az adott felekezet vagy egyháznak a vezetői számára, hogy erről kell beszélni. Most ezzel kell mostani a híveiteknek az agyát, hogy ezáltal fölkészítsük őket az eljövendő antikrisztusra, hogy elfogadják őt majd ezen az agymosáson keresztül igazi Krisztusnak. És ezért van az, hogy akiket még Isten meg akar menteni, nem hallgatnak az Isten beszédére, el vannak vakítva, nem tudják meglátni ettől a beinektiózott méhtejtől, ettől a részegségtől. Ugye ezért van a gyülekezetben, hogy hú, megrészegettem a Szent Szellemtől, és akkor megkérdezik tőle, mi ez, amit csinálsz? Hát tudod, meg van írva a Bibliába, hogy ne részegedjetek meg bortól, hanem hogy legyetek teljesek szent lélekkel. Amiről arra utal, hogy ne legyetek kicsapongóak, mert ne az ördög természetében részegeskedve éljetek, hanem legyetek teljesek az Istennek a természetével, a józansággal. Itt ez arról akart beszélni az írásban. De olyan jól be tudták ezt adni az embereknek, akik viszketőfülűek és rohannak az ítéletre, hogy ők egyből megmagyarázzák, hogy hát nem bortól kell megrészegedni, mert ezt kipisiled, hanem részegedjenek a Szent Szellemtől,
és hadováljál, hadlancsázzál, beszélj dzsibris nyelven, mert ez annak a jele, hogy, hogy ha annyira tele vagy a Szent Szellemmel, hogy kijön a szádon a Szent Szellem. És akkor ha hazamennek, útközben valaset éri őket, akkor azonnal jön az ördögnek az angyala, és viszi őket a kárhoztatás helyére. Tehát akik hallgatjátok, ezt fölkerül hanganyagban ez a beszélgetés. Mindaz, akik hallgatni fogjátok, és felismeritek azt, hogy dörömből bennetek a lelkiismeret, hogy ki kell futni Babilonból, azt tudjátok meg, hogy az azért van, mert rossz helyen vagytok, és minél több időt töltötök ott, a sátának a zsinagógájában, ahol ezen a ördögi hármasságon keresztül tartanak kontrollat benneteket, tehát a Jézabelnek az okut tanai, a szentelem kitöltetése, a vele való betöltekezés, az engedelmeskedj minden vezetődnek, propaganda által ugye a nikolaiták uralkodási bűnébe vagy belekeveredve, és ezért még tizedet is fizet, vagy pedig nem, ugye a Bálám bűnében vagy, hogy szponzorálod az Isten ellenségét, aki hazugsággal tömi és agymosa az embereknek az ezreit. Tehát megtudhatod, hogy ezért dörömből benned a lelkiismereted, mert az Atya beárnyékozott téged, és motiválja a lelkiismereted arra, hogy mindent megtegyen, hogy nehogy balesetben meghalj, mert akkor azon a kárhozatra fogsz jutni. Hogy a lelkiismereted nem akar kárhozatra jutni, és testestől, lelkestől menni a kárhozatba, hanem ő megpróbál figyelmeztetni, hogy menekülj, mert jelen pillanatban ítélet alatt élsz, és hogyha hirtelen balesetben elveszed az életedet, nem tudsz felkiáltani, hogy bocsáss meg, atyám, tévedtem, rossz helyen voltam, bocsáss meg minden bűnömért, azért másokat félrevezettem, behoztam másokat ezekbe a gyülekezetekbe, holott azt hittem, hogy neked szolgálok. De közben most már látom, értem, hogy az ördögnek szolgáltam, őt imádtam, mert szót fogadtam neki, és az ő malmában hajtottam emberek ezrelének az életét. Csak annyi, hogy nagyon sokan olyanok is hallgatják valószínűleg, mint aki most ugye nemrég írt, úriember, aki nem karizmatikus helyekre jár, hanem ugye református, meg egyéb ilyen úgymond light-osabb helyekre, ahol nincs betöltekezés egyáltalán, tudod, hogy azoknak is ugyanúgy szól ez a dolog, attól függetlenül nincsen betöltekezés, ugye ott ugyanúgy megvan a Szent Háromság, meg a többi olyan hamistan, meg a piramis rendszer, ugyanígy a leuralás, stb. Tehát... Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy a milyen névvel ellátott, milyen matricával felmatricázott gyülekezetből van valaki, és keres bennünket, és szeretne kapcsolatba kerülni. Mi szeretettel várunk mindenkit magunk közé, de senkit ne riasszon meg az, hogy mindenek előtt meg kell tudnunk, hogy ki az a személy, aki csatlakozni szeretne hozzánk, mert óvatossággal kell eljárnunk, és ezért már előre bocsánatot kérünk mindenkitől. Senki ne érezze úgy, hogy lekáderezés folyik, vagy valami hasonló. Pusztán csak tisztában szeretnénk azzal lenni. Mivel ugye, akik hozzánk szeretnének csatlakozni, vagy ellátogatni közénk, akár csak fél évre, vagy annyi időre, hogy Isten fel tudja őket nevelni, és ki tudja belőlük írtani a hazugságnak, a zsinagógájának a tanait, hogy aztán ők a saját maguk tudjanak Istennel közösségben élni, az igazságtalanság cselekedetei nélkül. Hát akik hallgatnak bennünket, hallomásból bizonyosan el tudják dönteni, hogy azokat a tanokat, amiket közlünk, azok az információk, hogy azok valójában megerősíthetik-e az embert az Istennel való kapcsolatban, vagy sem. Hát akik fölismerik a beszédeinkből azt, hogy igenis Istennek való engedelmesség motivál bennünket, és mindenki iránt való szeretetünk és aggódásunk, akik másik gondolkodnak, mert biztosak vagyunk benne, hogy el fogják veszíteni a kegyelemnek az utolsó pillanatát is, ha megmaradnak a sátán zsinagógájában. És mert kizárólag ezért vagyunk mi óvatosak, hogy megtudjuk, hogy jó szándékú emberek szeretnének-e tényleg jó szándékkal az üdvösség megnyerésének és megtartásának a szándékával, szeretnének-e velünk kapcsolatot tartani, vagy egész egyszerűen romboló, diláló és ilyen beépített emberként feljelentős személlyel állunk szemben.
Tehát akik látják a hanganyagainkat, kell, hogy lássák, akik elfogadják és felismerik benne az Istennek a munkáját, kell, hogy lássák azt, hogy bennünket semmiféle rossz szándék nem vezérel, egyedül az a szándék, hogy ahogy mi üdvösséget nyertünk, úgy mások is üdvösséget nyerjenek valójában, hogy elnyerhessék azt, hogy elérhessenek az életükbe oda, hogy megszűnhessen az életükben a lelkiismeretnek a vádlása. Tehát sokakkal, sok mozgalommal és gyülekezet híveivel szemben el tudjuk mondani azt, hogy a ténykedésünk legnagyobb mértékben abból áll, hogy igyekezzük kiszűrni, kikeresni és kidobni a Bibliákból is, a különféle fordításokból is, de főleg a saját életünkből és felfogásunkból a babiloni kereszténységnek az okkult rejtett dogmáit. Hogy ezáltal nehogy véletlenül Isten ellen engedetlenségbe találhassunk bármilyen szinten is. Tehát azt hiszem mindenki láthatja, hogy ez egyetlen gyülekezetben sem, és egyházban sem működik, ahol keresztényi dogmákat, babiloni dogmákat vallanak. Mert egyszerűen nem látják, hogy miben élnek, mert ez működik náluk. Ja, és ez mindenre kitérhet, ezért beszélünk ennyit a Jézus névről is, meg az Ámenről. Persze. Látszólag butaság, mert ezt ebbe is ugye megkaptuk már, hogy ez micsoda eleknekség, meg milyen butaság, mert hogy Jézus nevére minden név meghajol, meg itt tudom, hogy próbálják magyarázni, és ugye nem értik az emberek, hogy meg ezért nem osztáljuk a keresztény, sem magunkra, stb. Na igen, pontosan ezért nem használjuk, és igyekszünk kivetni még a szó eszköztárunkból is, a kifejező készségünkből is igyekszünk kiírtani mindent, ami csak a kereszténységgel kapcsolatban volt, vagy van, vagy lesz. Mert minden aspektusától meg kell szabadulni a kereszténységnek. Ugyanis, ha az ember meghagy az életében láthatóbb rögöket a kereszténységből, azok előbb vagy utóbb fel fognak nőni az emberben, és vissza fogják vezetni a babiloni kereszténységhez, ahol aztán újból fog menni a nyelveken szólás, a betöltekezés, a tizedfizetés, ez mind eretnekség. Tehát a kereszténység a legnagyobb Isten káromló, Szentlélek káromló, és akik abban megmaradnak az ítélet napjára, az elragadtatás pillanatára, az utolsó hasonlatszóra, akik megmaradnak a kereszténységben, annak a berkeiben, azok mind Istennek a búsult haragjának, a hevének az ítélet alá fognak kerülni. És mi pontosan azért beszélünk a kereszténységnek a babiloni dogmái ellen, hogy kibeszéljük az embereket onnét, hogy Isten ki tudja őket hozni, felébreszteni és kiúzanodni ebből a hányadék Szent Szellem részegségből, ami miatt nem látják az igazságot. És azért, mert az motivál bennünket az a szeretet, hogyha minket Isten ebből kihozott, és üdvösséget nyertünk, és megszűnt a lelkiismeret kárhoztatása. Tehát azokban a gyülekezetekben, akik az emberek ott vannak, és kárhoztatja őket a lelkiismeretük, szót kéne, hogy fogadjanak a lelkiismeretük hangjának, és azonnal menekülni, és keresni azt a módot, eszközt, információt, ismeretet, mivel tudnak megszabadulni, és hogyan tudják helyére elsajátítani, beépíteni az elméjükbe azokat az információkat, ami valóságosan megszünteti a lelkiismeretnek a figyelmeztetésének a hangját, és a lelkiismeret arról fog bizonyságot tenni, hogy az Isten fiának a beszédeinek engedelmeskedünk, igaz? És így tesz bizonyságot a lelkiismeret velünk, megszűnik a lelkiismeretünknek a kárhoztatása, azért, mert a lelkiismeretünk tudja, hogy most az életünkben először a sok gyülekezetrendszeren keresztül vándorolva olyan helyen vagyunk, ahol elménkkel is látjuk, a felfogásunkkal is, a gondolkodásmódunkkal is, teljesen egyszerű gondolkodásmóddal fel tudjuk ismerni, és fel tudjuk térképezni, és ki tudjuk vetíteni, látni tudjuk ezer oldalról megvizsgálva, hogy olyan helyen vagyunk az életünkben először, ahol nem káromoljuk az Isten tudat alatt, mert ugye amikor tizedet fizetünk, akkor megtapossuk az Isten fiának a kiontott vérét, azt az életet, amit 30 éven keresztül az ördög megpróbált megsemmisíteni, azáltal, hogy őt megvetették, őt kibeszélték, őt pocskondiázták, őt megfélemlítés által a zsidó vezetők megpróbáltak visszatartani, hogy nehogy véghez tudjon menni és feláldozza magát, ugye? És aki ezeket a tanokat követi, az ő tanait neki engedelmeskedik, az nem tud összeférni az élete a babiloni kereszténységnek az okkult tanaival,
Szent Szellem betöltekezéssel, meg ebből fakadó túlcsorduló nyelveken szólással, dzsibris nyelven, mert ez nem bizonyítható a Bibliából sehonnét sem. Értitek? És így az ember lelkismerete bizonyságot tesz, hogy azért, mert azok között, az ismeretek között, amit követek, már nincsenek benne a legláthatóbb jelei a babiloni okkultizmusnak. Valószínű, még mindig vannak dolgok, ami kimunkálásra szorul, és rá kell, hogy az Isten vezessen bennünket, ezért ő az igazságra, minden igazságra elvezető lélek. Lélek Isten. Isten személy. Tehát ő láthatatlanul elvezérelt eddig bennünket ezekre az ismeretekre, hogy ezt tegyük közzé, hogy mások is felismerjék ezt, mert aki bennmarad ezekben a tanokban, ami nem őtől származik, azok, ha meghalnak, tehát egyrészt, ha meghalnak hirtelen balesetben, akkor kárhozatra fognak jutni. Ha megérik azt, hogy eljutnak a nagy nyomorúság idejére, ami a küszöbön áll, csak az hiányzik hozzá, hogy a bankárok összeomlasszák a bankrendszert, és akkor elindul az őrület. És ha odáig elér, és odáig azt megéri, hogy odáig el tud jutni a babiloni tanokon keresztül, ott be fog számára bizonyosodni mindenkinek, aki nyelveken szóló, okkult nyelveken szóló és okkult Szent Szellembe töltekező, hogy amikor ott nem lesz ennivaló, amikor ott őt üldözni fogják, amikor a fiát, lányát, gyerekét, feleségét megerőszakolják, amikor a férjének a nyakát a saját szem előtt vágják el, amikor leszedik rólad az utolsó darab ruhát, amikor üldöznek tégedet azért, mert keresztény vagy, és tulajdonképpen ezzel babrálsz ki legjobban magaddal, mert egy okkult tanokat képviselő vallási rendszernek vagy a híve, ugye az antikrisztus idején megpróbálják eltüntetni a kereszténységet a talmudos judaizmussal és az iszlám vallással együtt. Hát erre fog kimenni a játék, hogy egy új globális vallást vezessenek be. Tehát, és ezt csak úgy fogják tudni bevezetni, hogyha az azt felépítő és lábat szolgáltató három vallást eltüntetik a színről. Ez ugyanolyan dolog, mint a politikában, hogy ugye tudjuk, hogy a globális világkereskedelemben, ebben a globális unióban, a globalizációban egy kereskedelmi pénzegységet akarnak használni. Most nem tudom, hogy az a neve, vagy Bancor, vagy Phoenix, ez a két lehetséges lehetőség van most jelen pillanatban, de ezt nem tudják addig ezt a pénzt bevezetni, amíg az ahhoz vezető USA dollárt és az Európai Unió pénzegységét, az eurót össze nem döntik és meg nem szüntetik. Hát ezt a két pénznemet azért találták ki, hogy ezen keresztül beszippantsák minden embernek a pénzét, ebbe beinvestáljon mindenki, és akkor meg fogják buszatni ezt a dollárt és az eurót, ezzel együtt elveszik minden embernek a befektetésük és a készpénzük. És amikor elveszik minden készpénz, ki van porszívózva a világkereskedelemből, akkor bevezetik ezt az új valutát. De addig nem tudják bevezetni a világkereskedelmet, az antikrisztus birodalmának az új pénzegységét, nem tudják bevezetni, hogy globalizálják és teljesen zártá tegyék az antikrisztus kereskedelmi szisztémáját. Addig nem tudják ezt megvalósítani, amíg minden ország valutáját el nem tüntetik. Ezt csak az eurón és az USA dolláron keresztül tudják megcsinálni, az emberek ebből rakták a pénzeiket, ebből vásároltak be. És akkor így, amikor az euró megbukik, akkor megbukik minden országnak a saját fizetőeszköze. Ez egy jó ürügy lesz, hogy behozzák az új kereskedelmi pénzegységet, a Phoenix-et vagy a Bancort, és így fog működni. Tehát ugyanúgy az új globális világvallást sem, ezt a nyílt luciferi vallást sem tudják addig bevezetni, amíg el nem tüntetik a szintről az azt felépítő kereszténységet, a muszlim vallást és a judaizmust, az áljudaizmust. Mind a három babiloni eredetű, csak azért, mert Istenről, meg Jézusról beszélnek benne, tehát ezzel letették meg az embereknek a millióit. És ezeket a három vallást ezt direkt szándékosan azért hozták létre, hogy ebbe bezsúfolják az emberek tömegét, a föld részektől függően. Ugye a kereszténység az nem terjed annyira a közel-keleten, tehát se Izraelben nem hirdethet kereszténységet, mert bíróság elé állítanak. Tehát ha valakit a judaizmusból kitérítenél, akkor valószínűleg több évig terjedő börtönbüntetést fogsz kapni. A muszlim országokban egyenesen levágják a kezed és a fejed agyonkövetnek, hogyha
megtudják, hogy te a muszlim vallásból valakit a keresztény hitvába azt téríteni. És a kereszténységben pedig kiátkoznak szentelem káromlónak nyilvánítanak, hogyha pedig ki mersz jönni a kereszténységből, és rámutatta arra, hogy ezt a kereszténységet a Nagy Konstantinuszon keresztül az őt megelőző babiloni családoknak a papjai hozták létre, ugye Konstantinusz által, és ezt terjesztették ki a nagy evangélizálás által, megfertőzték vele az egész világ minden kontinensét. És ezt odáig fogják mindig, amíg az utolsó idők utolsó napjaiban a három világvallást egymásnak uszítják, és így a híveik, a fanatikus vaskalapos híveik kiírtják egymást. Akik pedig ebben nem vesznek részt, azok pedig az utolsó egérjükként bele fognak szépen masírozni az Antikrisztusnak a globális vallásába. Hát ugye tudjátok, szoktunk beszélgetni arról, hogy amikor a katolicizmus megfeneklett, mert az emberek mégiscsak kezdték Istentől felismerni, hát az igazsághoz ragaszkodó embereket Isten bárnyékolta, és felmerült bennük a lelkiismereten keresztül, hogy ezzel a vallással van, ami nincsen jól, amiben benne vagyunk ezzel a katolicizmussal, és ráadásul a Biblia is teljesen ellentmond ennek a életgyakorlásnak. Ezért elkezdtek kiáramlani az emberek, és akkor gondolom kisebb közösségekben összegyűltek, örültek, örvendeztek, hogy megszűntek a lelkiismeretnek a vádlásától, és megszűntek az érthetetlen gusba kötő rendszereknek a rájuk telepedésétől. Na most ugye ez a korai előfutár rendszere az Antikrisztus birodalmára, ennek a képviselő ugye hallották az ő besúgóiktól, a parlamenti képviselőktől, Jobbiktól, SZDSZ-től, meg a KNDP-től, meg az összes többitől, mindegy, hogy jobbikus vagy ballos, mindegyik ugyanabból a kosárból táplálkozik, mindegyik ugyanaz propagálja, csak más színben. Ezért ne menjetek el soha se szavazni például, ezért ne vegyetek soha egyetlen pártnak a politikai kampánymunkájából, mert mindig ugyanazt fogjátok választani, és abba fogjátok az embereket bepropagálni, hogy vegyenek abba részt. És ebben a korai prototípusában a megalapult katolicizmuson, amelyik aztán a vérengzése csúcsára jutott a középkorban, ugye ez volt a prototípusa, és ebből az emberek menekültek, ugyanúgy, mint ahogy ma menekülnek a kereszténységből az emberek. És hát ez a kiáramlása, hogy megtörtént, egyre jobban veszélyeztette ugye az Antikrisztusnak a kasszáját, a világelit uralkodóinak az anyagi hátterét. Ezért másik két egérjükat fúrtak a menekülő egerek elé, evangélikusság néven és reformátusság néven, ugye Calvin és Luthernak a munkásságán keresztül új forradalomnak látszó eretnek mozgalmakat hoztak létre, ami úgy tűnt, hogy protestál, tehát tüntet a katolicizmus ellen, de valójában ugyanúgy megmaradt a gyerekkeresztség, meg a más tanok. Ha megnézitek, ők voltak azok, akik kivégezték Servet Mihályt, Miguel Cervantét, aki már abban az időben, úgy, mint mi, arról beszélt, hogy nincsen Szent Háromság, egyetlen egy Isten van, és hogy minden ezzel kapcsolatos aspektusát a Szent Háromságnak fel kell számolni az emberek életében. Tehát ez a Servet Mihály, ez az egérjükakon kívülről, a pusztáról kiabált az embereknek be. Ugyanúgy, mint ahogy most, ma mi, vagy a megváltunk idejében Merítő János volt, vagy volt éppen az apostolok cselekedetében volt Agabus, ugye, és maga az Isten fia, mindig a pusztából jöttek be, a városba lettek beküldve, lehet ezt látni, ugye, ugyanígy Mózes és az összes többi, hogy még mielőtt belemasíroznának az emberek mindenki szöröstől-böröstől az új egérjükba, hogy egy újabb lélekvesztő, egy ilyen labirintusba menjenek bele, ahon semmit sem tudnak, csak másokra vannak bízva a vezetettségben, és bármit elfogadnak, csak hogy vége legyen a labirintusnak, ugye a kiutat ígérő teológiák által. És az emberek tömege bemasírozott a Luther-féle
áll protestantizmusba, meg a Calvin félébe. Ezek egymást majdnem megölték, tehát ebből is lehet látni, hogy a természetük ezeknek a vezetőknek nem Istentől való természetük volt, a szeretetnek, az egységnek, az egybegyűlésnek, a babiloni tanoknak a kiirtásáról, mert ugye egyik megtartotta a gyerekkerességet, a másik pedig tűzávassal írtotta azokat, akik a Szent Háromság ellen beszéltek. Tehát ebből is látni a természetükből, hogy nem Istentől voltak szervezve, és ezeken keresztül létrejöttek ezek a mozgalmak, aminek a mai maradványai, ugye az evangélikusság és az összes többi. Aztán ugyanúgy ebben a korszakban is Isten fölébresztette az igazságot keresőkben, a lelkiismeret hangját, aztán ebből is elkezdtek kiáramlani az emberek, és akkor megint az antikrisztus világrendjének a prototípus rendszerében, amiben már a katolicizmus meggyengült, a kalvinizmus és a luterizmus is megfásul, elveszítette az erejét, a hazugságnak az erejét, Isten ezt letörte. Erre megint kitaláltak újabb egérjukat, kezdtek fúrni, csak itt már sokkal többet, hogy ha lehet, akkor az egérjük mellé ne sétáljon senki, és jöjjön ki a pusztába, hanem masírozzanak bele a baptizmusba, amit Amerikából hoztak be, ugye létrehozták már akkor az új világ országát, a földrészét, Amerikát, ugye innét indították útjára az új világrendet, és tehát egyből onnét behozták Európába a baptizmust, pünkösdizmust, Jehova tanúit, adventizmust, és az összes többit. És akkor ebben a sok egérjukban szaladt be nagyon sok ember, akik nem maradtak Istennek a vezetése alatt, hogy hallották, észrevették volna, hogy azért nem szabad bemenni a pünkösdizmusba, mert az okult nyelveken szólás propagálja, és azt mondja, csak akkor van időséget, hogyha ott náluk abban részt veszel, ha nem működnek a Szent Szellem ajándékok nálad, tömeghipnózist előidézve, akkor nem is vagy, nincs is üdvösséged. Azért nem szabad bemenni a baptizmusba, mert az újramerítkezésen kívül tulajdonképpen nem tud többet mondani, mint a pünkösdizmus, vagy az előtte levő kalvinizmus és luterizmus. Nem szabad kapcsolatba lépni, bemászni a Jehova tanúinak az egérjukjába, hogy abban a lélekvesztő labirintusban tengesd az életedet, amíg véget nem ér, mert a vezetője a 13 Illuminati Bloodline vérvonal családnak az egyike volt, ugye a Russell család az egyik legkiemelkedőbb családja a 13 Illuminati családnak, állandóan a piramisokkal foglalkozott, tehát teljesen egyértelmű, hogy okkultizmussal foglalkozott, luciferizmussal foglalkozott, ugye a jóslatairól nem is beszélve, hogy mikor lesz a világ vége, meg az elragadtatás, meg az üdvösség napja, meg a világháborúk, ugye állandóan Istennek az utasítás ellenére állandóan dátumokkal jött elő, holott az írásban egész egyszerűen a két betűt ismerő ember is föl tudja ismerni, az van megírva, hogy a földi élete során az Isten fia soha egyetlen dátumot sem adott közre, mert a földi élete során nem adott neki Isten arról kijelentést. Hiszen más a helyzet akkor, amikor már az Isten fia megdicsérülve az atya visszahívta őt az ő országába, és elkezdte a kiképzését arra az Isten fiának a kitanítását, hogy amikor vissza lesz küldve az 1000 évre, akkor ebben az 1000 évben hogyan, egész pontosan milyen lépésekkel keresztül uralkodjon az elragadtatás után, a nagy nyomorúság után, amikor Isten teljesen összedönti, porrázúzza az antikrisztus birodalmát, vagy egy tégla, egy pohár darab a kávézóból a Szemiramis nevére árulkodva ne árulja el azt, hogy Isten káromló világrendszer volt előtte, amiben Sátán volt az uralkodó, és ebből Isten kivonja a Sátánt, és a helyére beteszi a saját fiát, ugye, hogy megmutassa életben maradt emberiségnek, annak a néhány milliónyi embernek, aki az Isten haragja után életben marad, és ezen keresztül fogja Isten újra szervezni a fiának az uralkodása által igazságban és békességben fejleszteni az életben maradt emberiséget, hogy ezek, akik életben maradtak, ismét csak kegyelmet nyerhessenek Istentől, és az ő gyermekeik a messiás személyesen látva nyerhessenek üdvösséget, vagy döntsenek úgy, hogy ők szeretni akarják és engedelmesek akarnak lenni ennek a királynak.
Tehát ebből is látszik, hogy az elragadtatástan hazugság, mert hogyha Isten kegyelmes volt a kegyelem korszakában az engedetlenkedőknek, a keresztényeknek, hogy jöjjenek ki ebből, és követeket támasztott, és propagálta az abból való kihívásukat, hogy nyilvánvalóan a nagy nyomorúságban sem fogja magára hagyni az embereket, hogy vesztenek, kárhozom mindenki, és akkor utána a nyomorúság végén pedig csak az övéit kivonja ebből, akik a kegyelemi korszak alatt engedelmességben maradtak, és a visszatérő Krisztus az elragadtatottak, aki a 144 ezer, a bárány menyasszonya, ugye az Ecclesia, az Istennek a temploma, hogy ezekkel a szinonim szavakkal lehet illetni, mikor visszatérnek, és befejeződött Istennek a pusztítása a Földön, az ő búsul haragjának a kiterjesztése, és összedöntött mindent, tehát egyetlen egy naposzlop, egyetlen egy obeliszk nem marad a hősök terén, Isten le fogja dönteni azt, el fogja égetni, elpusztítja azokat a képviselőit a parlamentben, meg a vallási gyülekezetekben, akik a kegyelem korszakban nem jönnek ki ezekből a luciferi foglalatosságokból. Ugyanúgy összedönti a templomokat, gyülekezeteket, amiben most ugye holdulják a pénzeket, hogy a legmodernebb hangtechnikát megvásárolhassák, mint a hit gyülekezetben is, ugye, hogy ha már egy mikrofon nem kerül 200 ezer dollárba, akkor az már nem is jó mikrofon, vagy hasonlók, értitek? Tehát ez a megalománia, már ebből is látni, ha összevetitek az Isten fiának az életével, akkor is voltak minőségi dolgok annak a kornak, a technológiájának, a vívmányai, már akkor is megvoltak. Akkor is volt már, feltalálták a kereket, a kordély. Ő nem utazott magas lovon, kordélyon, hanem egy egyszerű szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Igaz? A legegyszerűbben használható kézzelfogható eszközökkel terjesztette Isten az ő fián keresztül, a megváltókon keresztül az elengedésnek, a bűnöktől, büntetésének a következményétől való elengedést már hirdette a fián keresztül. És ő rajta keresztül, mint élő harsona, mint trombita hívta egybe, hívta ki az akkori babiloni judaizmusból, luciferizmusból, már hívta ki a velem beszélő trombita hangjaként azt, hogy ez is most esett le, hogy amikor a jelenésekben mondja, hogy egy velem beszélő trombita beszélt hozzám, én soha nem értettem azt, hogy ez mi akar lenni. Hát Istennek a trombitája, harsonája volt a maga az Isten fia egy szemében, aki a mondani valójával fújta a kürtöt, ugye azt mondja az írás, hogy őrállóul állította a tégedet a bástyára, és fújt meg a kürtöt, ha látott közeledni az ellenséget, és az Istennek a fia estette éjjel-nappal fújta a kürtöt, hogy gyertek ki ebből a babiloni luciferizmusból, mert Isten össze fogja dönteni, nem sokára közel a haragjának a napja, és támasztott egy népet, egy nemzetet, aki leuralta, leigázta az egész világot, és ezt a nemzetet fogja arra használni, hogy arra a napra, amikor ki nem jöttök belőle, akkor igen, azt mondja, hogy jelenések 4-1, és ezek után láttam, és íme egy nyitott ajtó volt a mennyben, és az előbbi hang, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondja, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell történni. Igen. Hát ugyanúgy mi magunk is harsonák vagyunk az Isten kezébe, az Isten által meghatározott időre igyekszünk egybe trombitálni, egybe hívni a harsona összegyülekezésének a hangjával, az igazságnak a beszédével kihívni a hazugságnak a Lucifer zsinagógájából, kihívni az embereket, hogy csatlakozzanak az Ecclesiához, és nőjenek fel az igazságban, vessék el a gyülekezetnek a luciferi tanai, dobják ki az életükből, mert kározatra fognak miatta jutni. És a nagy harsona viszont, amikor az Isten kerubja fújja meg a harsonát a Jósuáknak, a megváltónknak, megdicsőd megváltónknak az utasítására, akkor viszont az fog történni, hogy halottak is elő fognak a sírból jönni, és azokkal, akik akkor éppen életben lesznek, össze lesznek gyűjtve az angyalok által, tehát ebből is látni, hogy a harsona összegyűjtő szava. És ugyanez a harsona szava volt az zúgó szél, meg a Krisztusnak a szava, a megváltott szava, hogy maradjatok együtt Jeruzsálembe. És ennek a harsonának a szavára gyűltek egybe a 12 tanítvány és az őket követő Jeruzsálemből, az akkori babiloni luciferizmusból,
az áljudaizmusból kijövők hallgattak rá, voltak 120-an, ugye? És ezeket hívta együtt egybe Isten, hogy az ő jelenlétével életre keltse az ő fia által megteremtett úgymond új Ádámot. Ugye azt mondja az írás, hogy az első Ádám és a második Ádám. Az első Ádám volt, aki vétkezett, a második Ádám pedig az engedelmességével hozott be igazságot, mindazok számára üdvösséget, akik engedelmeskednek neki. Tehát ahogy Isten megteremtette Ádámot, ott volt a teste a földön, Isten belelehelte az ő jelenlétéből a tüdejébe az oxigént, a leheletet, elkezdett Ádám élni, majd ott a kerubok tanították őt az Édenben, és ugyanúgy ez történt, ott feküdt az új Ádámnak a teste, ott feküdt az eklészia, még cselekvésképtelenül, ott feküdt a földön, idézőjelben a felházban a 12 és a 120 által, és akkor bejött közéjük Isten, ez zúgó szél volt, ott volt a levegő, úgymond, hát Isten ezt a levegőt, ezt a szelét belelehelte, belefújta az eklésziába, tehát utasítást adott a tanítványoknak azonnal, és kimentek az utcára, és galileai nyelven elkezdték hirdetni azt, hogy Isten elengedi, tehát az elengedés évének az esztendeit hirdették, Isten elengedi az adósságotokat mindenkinek, bőrszín nélkül, hovatartozás nélkül, akár római vagy, vagy görög vagy, vagy zsidó vagy, vagy akárki vagy, roma vagy, vagy magyar vagy, vagy orosz vagy, elengedi a tartozásodat Isten azzal az egy feltétellel, hogyha engedelmesség által csatlakozol az eklésziához. És átjátok, hogy itt is bebizonyítja Isten, hogy ez az okkult nyelveken szólás az ördögtől van, mert ezek érthető galileai nyelven beszéltek, és azok az emberek pedig, akik más nyelvűek voltak, megértették őket. Ezek elmentek a saját országaikba, haza a kereskedő útjaikról, elterjesztették, hogy mit hallottak, hogy azt hallottuk, hogy Isten kész megbocsátani mindenkinek, aki felhagy a babiloni eretnekségekkel, meg minden más Babilonból származó vallásokkal, ugye a föld minden országába, ahova ezek hazamentek, és ezek után pedig évekre rá Isten kiküldte az addigra kicsiszolt, átalakított értelmű Pál apostol, és amikor ő megjelent, ezért már az emberek, akik hallották ezeket az információkat, mint keresztelő János, vagy merítő Jánosnak a követeiként, ugye ezek a kereskedők elvitték a hírt a messiásról, a megváltóról, és ezekben az emberekben már várakozással voltak, hogy mi lesz a folytatás, erre való várakozásról küldte el a közéjük mindenhova, Kapadóciába, Efeszoszba, Samáriába, mindenhova Isten elküldte Pált, ahol akik már engedelmességgel reagáltak Pálnak az utasításaira, azok egybegyűlve képezték abban az országban, Efeszoszban a Krisztusnak a testét. Aztán amikor elment Rómába, már ott is hallottak, ugye a Jeruzsálemből hazatérő Istenhez fordult kereskedők hirdették már Rómában is azt, hogy valami nagy dolog érkezik hozzá. Akkor megérkezett Pál, és beszélt nekik, már nem volt újdonság, hanem erre már örömmel ráugrottak, és alig várták, hogy hallhassák a Pálnak a szavait. Ezen keresztül jött létre Rómában, az eklésziának a Rómában levő gyülekezete. Hát nem voltak ők szeretett gyülekezetnek nevezve, meg hit gyülekezetnek. Tehát meg lehet látni, ma a gyülekezetek arról vannak elnevezve, amik soha az életükben nem voltak. Mert van egy gyülekezet, aminek az a neve, hogy szeretett egyháza, vagy szeretett gyülekezete, és a legnagyobb szeretetlenség, hogy gyűlölik egymást az emberek ebben a pünkösdizmusban, és a hit gyülekezetben is, hogy az a neve, hogy a hit gyülekezete, aminek tulajdonképpen az eredeti görög szerint az engedelmeskedők gyülekezetekkel, hogy legyen a neve, de mégsem azt képviselik, hanem az okkult babiloni dogmáikkal, a szabadkönyves vezetőiken keresztül teljes engedetlenségbe élnek. Vagy a reformátusság, tehát hogy meg vagyunk reformálva, meg vagyunk újulva, megújultunk, és ugyanazok a babiloni dogmák dominálnak, és abban éltetik az embereket, abba fásítják bele őket, abba passzírozzák bele őket, ugye? Evangélikusság. Aztán a másik, a reformátusság, ugye, hogy reform, az evangélikusság, hogy mi az evangéliumra alapozva, de mégis ott van a Szent Háromságnak a tana, ugye,
és a fejem valóság, a Nikolaitáknak a tana, és ezen keresztül, így ezeken a két tanon keresztül pedig a Jézabelnek a rejtett okkultizmusra való tana. Tehát mindegy, hogy hova mész, milyen matricával van megfényezve az a gyülekezet vagy a mozgalom, aminek nevezik éppen az ellenkezőjét kell róla gondolnod, és akkor eldöntheted, hogy van-e kedved elmenni és csatlakozni oda, vagy mint Babilonból ki akarsz belőle rohanni. Ez a nagy kérdés. És tehát lehet ezt látni, hogy Istennek az ismerete, az róla tudható információk keresztül láthatjuk, hogy ő hogyan operál, hogyan dolgozik, megállás nélkül, már a világ teremtésétől kezdve itt volt benne a földünkön, és végezte az ő munkáját, ugye, a teremtést, aztán az emberiség, ahogy fejlődött, és az idő múlott, ugye minden generációban, minden napon, minden emberen azon dolgozott, hogy lépjen ki ebből a babiloni szisztémából, ugye, mert már a korai Babilonnak, a babiloni eszméknek a prototípusa már Ádám után, már Káinon keresztül már működött. Tehát mindig az egész világunknak a történelmét, az egész emberiség történelmét attól kezdve, hogy Éva vétkezve rávette a férjét, és így ketten együtt vétkeztek Isten ellen, mi engedetlenségbe találtattak, és ezáltal elvesztettek minden, amit Isten addig adott neki. Hát egészen attól kezdve, hogy kiléptek az Édenből, és a gyermek és az unokáik és az ők unokáik milliónyi generáción keresztül éltek ebben a babiloni ördögi, valójában ördögi felfogásed, ördögi természetében, ördögi világképpen, aminek a kicsúcsosodásai a különféle korszakokban, ugye az Ahura Mazda vallás, aztán Jupiterben való vallás, ugye a rómaiaknál. Tehát minden ország, ami uralkodott és maga hatalma alá hajtotta az emberiséget azokban az évszázadokban, ugye annak megvolt a bevett vallási gyakorlása, tehát ez a babiloni rendszer, ami mögött Lucifer van, tehát az ő dogmái, az ő ismeretei vannak mögött, tehát hogyan, milyen cselekedeteken keresztül legyen az ember engedetlenségben az Istennek, hogy így elkárhoztassa az egész emberiséget, ha lehet, és ebből jöttek ki mindig azok a személyek, azok a proféták, akiknek a természete nem egyezett ezeknek a dolgoknak a természetével, és ellene szóltak, ezeket Isten megtalálta magának, kiképezte őket, és profétaként ostorozta, hívta ki az emberekkel beszélő trombitának a szavaként, hívta ki azokból a rendszerekből, minden rendszerben. Hát, és a római, tehát a románnál, ugye, amikor létrehozták a konstantinuszék a katolikus rendszer, tehát ezért nem kell jobban bírálni a katolicizmust, mint mondjuk az azelőtti más vallásoknak a képviselői, mert például ma okkult nyelven, luciferi nyelven, szabadköves nyelven, a karizmatikus pünkösdikus vagy karizmatikus kereszténység semmivel sem jobb, sőt, sokkal veszedelmesebb, mint a létrehozásakor az egyesített, egyetemesített római vallás volt. Hát a római vallás csak egy eszköz volt, egy kicsúcsosodó eszköz volt, egy jobban használható eszköze volt Sátánnak a mozgalmak által történő kontrollálásában, az emberiség történetében, az csak egy eszköze volt, az meghanyatlott, és az azt követő másik mozgalmak még sokkal nagyobb kárt tettek az emberiségben, az üdvösség szempontjából nézve. Nézd meg, még az emberek azonnal felismerték, akik kijöttek a katolikus egyházból, hogy nincsen szobrok puszilgatása, szobrok előtt és szobroknak való isteni képességnek a tulajdonítása, hogy attól várják a gyógyulásukat, meg a szerencséjüket, a karrierjüket, meg mást. És ez miatt ezt látva kirohantak belőle, és akkor megnyugodtak, hogy hát most már nem kell semmitől se félni, mert most már nincs, mert már nem puszilgatunk szobrokat, nem veszük az ostját, és mindaz, ami azzal való kapcsolatos, nem kereszteljük a gyerekeket, de sokkal veszedelmesebb eredmények szervezetek, mert félre felismerhetetlenül, tehát azonnal felismerhetetlenül be van úgy kamaflázsolva, be van úgy álcázva azok a dogmák és a tanok,
hogy úgy tűnjön, hogy maga az Istennek a fiának a szájából származik, és maga Istennek a tökéletes akarata, de valójában, ha cselekszedés megéled, és hogyha kijöttél belőle, és a pusztából nézel visszafelé rá, akkor megtöröd a homlokodat verejtékezzel, hogy te jó ég, milyen sok időbe telett, mire én ebből kirohantam, és mennyire hálás vagyok az Istennek és az ő fiának, és mindazoknak az embereknek, akik magukat nevetség tárgyává téve, akiket leköpzöstek, lucifereztek, leszentlélek káromlóztak, rájuk hallgattam, mert most látom, ahogy kijöttem belőle, visszanézek, hogy ez az egész, ha benne maradtam volna, akkor örök kárhozatra jutottam volna, mert ugyanúgy gyerekkerességbe vettem volna részt, ugyanúgy a Szent Háromságban merítkeztem volna be, az Antikrisztusba belekeresztelve, de ugye, Sátánba belekeresztelve, ugyanúgy nyelveken szóltam volna, mint ahogy azt még most ők teszik, ugye tömegesen, ezer ember egyszerre nyelveken szól, senki nem érti az értelmét neki, és akkor azt mondják, hogy mert most van itt a Szent Szellem, betöltek ezzel, és ez jön ki a szádon, arra az igére hivatkozva, ugye, hogy azt mondja maga a megváltónk, hogy azok, akik hisznek, élő víznek folyamai áradnak annak a belsőjéből, mondva ezt a Szentlélekről, amelyet vendők valának. Ugye valahogy így hangzik ez az igen, nem tudom. Így van, így. Igen, így pontosan. Szó szerint így van? Uh-huh. Igen, tehát, hogy erre hivatkoznak, tehát ez egy ugyanolyan téveszmében élés, mint a Szent Szellemnek a szimbóluma a galamb. Ez valaki küldött hozzánk egy hozzászólást, hogy a Facebookon megy a pocskondiázásunk, és akkor az ember ott azzal a nagy autonóm gyülekezetes beagymosással azzal győzködi az embert, hogy a Szent Szellemnek a szimbóluma a galamb, a Szent Szellem szimbóluma a galamb, és azt vált rá a Messiásra, azt vált rá a Jézusra, és akkor erről volt a beszélgetés, és én meg visszaküldtem nekik, hogy ha ez igaz lenne, akkor másik három helyen kéne látni a Bibliából, hogy hol mutatja Isten önmagát valamnak szimbolizálva. Ez az egyetlen eset van felhozva, és ez mellett semmilyen más bizonyíték nincs rá. Viszont tudjuk ugye, hogy erről beszélgettünk, hogy magának az Isten fiának volt a szimbóluma, profétikus, szimbolikus képe, előrejelenítő áldozati képe a galamb, a szegényeknek az áldozási lehetősége, hogy aki olyan szegény volt, hogy azt mondja az Istennek a fia, megváltunk, hogy madárról beszélve, nem galambról, de madárról beszélve, azt mondja, hogy miért aggodalmaskodol az életed felől, ha megnézed a madarakat, nem aratnak, nem dolgoznak, nem szőnek, nem fonnak, nem mennek el a gyárba, nem koldulnak a gyülekezet élén, alamizsnáért, és öntartsák a saját maguk szervezetét, nem koldulnak, nem lopják meg a governmentet, akármilyen politikai párt nevében, az adófizeték pénzéből nem dorbézolnak, de mégis minden napon élnek, ott vannak, ott ülnek a fán, minden nap látod őket, hallod a hangjukat, és ezeket a madarakat meg lehet venni 2 fillérért, azt mondja a Messiás, akkor ti, akik viszont sokkal fontosabb vagytok, hogy az életeteket megmentse, hát mikor gondolod, hogy akkor neked nem adna ennivalót az Isten, nem látna el ruházattal, hogyha olyan pici engedelmesség van benned, mint a mustármag. És lehet látni azt, hogy ha egy galambot meg lehetett venni, nem tudom hány siklusért, ugye, hogy ez volt a szegényeknek a lehetőséget, ezt adta Isten, hogy Isten egy szerető Isten, és méltányos Isten, és emberséges Isten, nem követel többet, mint amennyit az ember kész a keze ügyében levő dolgokkal megvalósítani, hogy amikor valaki arra szólít fel az Isten gyereki Babilonból, akkor nem arra készíteni az Isten, hogy fordítsa a hátat a családodnak, akik még benne vannak, hanem gyereki, hagyd magad kiképezni Istentől, és utána pedig ekközben hozzájuk szeretettel fordulva példát mutatva neki, hozd őket is ki, hogy a te Isten bevaló cselekedeteidet ők dicsőítsék ezért az Istent, ugye? És tehát bárány volt a másik szimbóluma, és egy borjú, vagy borjú azt hiszem, tehát ezek kérődző állatok voltak, ezek előre mutattak az ő természetének, hogy majd mondja ugye a Zsoltárokban, mint bárány az ő nyérője előtt, vagy mint borjú ment a mészárszékre, és nem harabdálta meg az őt kínzókat, nem állt neki karatézni, nem állt nekik verekedni, ugye, ahogyan a gyülekezeteknek a security gárdái agyonverik a másként felszólalókat ma. Tehát ő ilyen szellit természetű, ezért volt a galamb, a bárány a szimbóluma a megváltónknak.
bocsánat, csak hallottam egy ismerősünktől, hogy a Hídgyűliben majd talán itt a Peti alátámasztja, hogy azt tanítják, hogy alátámasztja, hogy a Galamba Szentlélek, hogy a galambárosokat nem verte szét Krisztus. És ugye ezért a Galamba Szentléleknek a szimbóluma. Hogy milyen dolgokból ki tudják kerekíteni az ő dogmáikat, hogy ez hihetetlen. Mert a galambárusoknak az ott léte, jó, akkor ennyi erővel mondhatnánk ott, hogy hát akkor mivel amikor Merítő János hoz odament a megváltónk, és az alámerülésével, ugye azt mondta, hogy engedj engem, mert így illik minden igazságot betölteni. Tehát ezzel a cselekedetével, hogy hagyta magát alámeríteni János által, azt fejezte ki az emberek számára, hogy én Isten fiaként, Isten küldötteként, Istennek a beszéde alá, az írott beszéde alá rekesztem az életemet, és annak való engedelmesség alá rekesztem magam a tőlem telhető legtökéletesebb mértékben. És erre rászállt a galamb, amiről ugye az írás azt mondja, hogy egy galambnak látszó, mint egy galamb rászáll az Isten fölötte lebegett, ahogyan a vizek fölött lebegett. Tehát itt is megláthatjátok különben az összefüggést, hogy ott az Isten a teremtésnél a vizek fölött lebegett, itt pedig a Joshua állt a vízben, feljött a vízből, és az Isten lebegett fölötte. Igaz, hogy milyen érdekes? Erre se figyeltem fel korábban, ennek köszönhetően, amikor most felhoztál, ugrott ez is most így ki, hogy Isten valószínűleg besugároz bennünket, beárnyékolt, és ezt felhozta ezt a képet, hogy Isten volt az maga, nem valami szent szellem, valami harmadik személy, a Lucifernek a harmadik személye a szent háromságukból, hanem maga Isten lebegett láthatatlanul, és hogy az mi volt az a kép, amit ott láttak, vagy az valami volt-e egyáltalán, értitek, ez megint csak olyan szimbólum lehet, vagy egy ilyen utalás, hogyha feltekintesz a napra, amikor a legnagyobb erejében világít, és majd megvakulsz tőle, akkor azt mondhatod, hogy bizony az Istennek a tisztasága, a szentsége, a dicsősége olyan, még a napnál is fényesebb. Érted? Tehát a nappal tudod mondjuk asszociálni az Istennek a fényességét és tisztaságát és szentségét, hogy olyan tiszta, mint ahogy idézőjelben a napnak a fénye. De Isten maga nem egy nap, igaz? Tehát ugyanígy ez a Szentlélek kép, hogy a Szent Szellem rászállt a galamb képében, biztos vagyok benne, hogy nem volt ott semmiféle galamb, hanem mert ha ez Istennek a szimbóluma lenne a galamb, ahogy ezt erről beszélünk már napok óta, és próbáljuk az embereknek a szűkagyába beverni, hogy sokan megértsék, amikor ezzel vitatkozni kezdenek, hogy elmondjuk, hogy oké, elhisszük neked, hogyha a Szent Szellemed a galamb, csak mutass másik két igét, vagy hármat bizonyságul, bizonyíts be az írásba két vagy három igével, hogy a Szent Szellem szimbóluma a galamb. Senki nem tud hozzászólni egy mukkot sem, hanem duzzogva fogják magukat, és mennek a pásztorukhoz, mennek a Németh Sándorhoz, a Görbithez, meg mennek a baptistáknak a vezetőihez, a Havanna lakó telepre, meg mindenhova, ahol itt előtte meg kidobálták őket, és akkor itt, és akkor itt van ez az ember, ezzel veszekszek, és akkor be akarja bizonyítani nekem, mert nekünk be kell bizonyítani az Istentől, az Isten igényével, hogy tényleg az a Szent Szellem, és akkor jönnek ezzel, hogy hát a Németh Sándor azt mondta, hogy azért volt galamb, mert a templomban Jézus nem vette meg kötélből font korbáccsal a galambárusokat, hanem csak kiöntötte a pénzeiket a pénzváltók. A pénzváltók azok rusnyábbak voltak, Isten az nagyobb ítéletre méltók voltak, mint a galambárusok. Érted, és akkor ebből hát azért a galamb, mert Isten kegyelmes volt a galamba, de akkor innét már vezessük tovább akkor ezt a babiloni magyarázatot, akkor valószínűleg, hogy sok szent szellem is van, igaz? Én megnéztem közben, két evangéliumban írja, hogy feldöntötte a székeit, akkor Jánosba írja másképp. Igen, a padjait feldöntötte a galambárusoknak. Igen, Jánosba viszont kicsit finomabban írja, de hogy még itt még lehet fokozni, amíg iszol egy pár vizet, Misi, hogy mi hogy a szentléleket még mivel szimbolizálják. Tudod, beraktam egyik videóval szaradni, ahol hogyan tanította a Hídgyűlibe, hogy a bor a szentlélek. Ja, persze. Ezért nem félnek a keresztények részegeskedni ma. Tehát akkor viszont egy új dogmával kell, akkor adjunk ötletet akkor már a babiloni kereszténységnek az eszme kitalálóinak, hogy akik hallgatnak bennünket, ugye, hogy
akkor itt tulajdonképpen akkor legyenek szívesek kidolgozni egy olyan tantételt, hogy akkor itt már nem csak szent háromság van, hanem szent ezerszeresség is van. Mert ugye a szent szellemen belül is akkor sok szent szellem van, vagy sok más szellem is van, ugye, mert a galambárusoknak biztos, hogy nem egy galambjuk volt a templomba, amit föltöntött az Istennek a fia, igaz? Valószínű, hogy több száz galambot árultak. Tehát akkor ez annak a jele, hogy akkor több száz szent szellem van. Akkor, hogy táptalajt nyújtsunk a gondolkodásba a babiloni kereszténységnek az eszme kitalálóira, akik kitalálják ezeket a dogmákat, de akkor a Német Sándornak is akkor üzenjük, hogy legyen szíves akkor elmagyarázni, hogy akkor hány szent szellem van az egy szent szellemen belül, mert hogyha az Isten fiára egy galamb szállt rá, akkor ott egy szent szellem volt már, de amikor már elkezdte verni őket és a templomból kiüldözni őket, akkor ott már sok száz galamb volt, tehát akkor legyen szíves megmagyarázni a Német Sándor, az összes többi, akkor legyenek szívesek, akkor tanítsák meg a híveinknek azt is, hogy akkor nem csak egy szent szellem van, hanem több száz szent szellem van, mert annak ellenére, hogy egy szent szellem szállt rá az Isten fiára, amikor ott János által alámerítette magát, ugye ott még csak egy szent szellem volt, de a templomban már sok szent szellem volt, mert sok galamb volt ott a ketrecbe, igaz, amit az Isten fia feldöntött. Tehát akkor arra kérjük őket, hogy akkor bizonyítsák be, ilyen alapon belekényszerítjék őket, hogy akkor ők maguk semmisítsék meg, és nyilvánítsák semmisé a Szent Háromság teológiát, mert itt már nem Szent Háromság van, akkor itt már Szent Ezerszeresség teológiát kell tanítsanak, mert van egy Isten, meg van egy fia, meg van több ezer szent szellem. Erre a galambos témára alapozva. Tehát csak komolyan mondom, hogy amikor ezeket hallom, akkor csak nevetni bírok azon, hogy ezek az emberek milyen ostobák. Komolyan mondom. De sajnos sírni tudnék azon, hogy akik őket hallgatják, ezt a sok baromságot elhiszik. És nem használják az Istentől kapott agyukat, ugyanúgy, mint ahogyan Péter barátunk, ugye egyszerű gondolkodáson keresztül azonnal leverte, hogy nincsen Szent Háromság, ezért meg azért ezekre az igekre hivatkozva, leverte azt, hogy az Isten nem egy szent szellemként lebolyong a világba, hogy sok ezer szent szellem van, mert mindenkit egyenként ugye meg kell neki szólítania, ugye, amikor a hitgyülekezetbe egyszerre 5000-en betöltek ezek szent szellemmel, akkor hány szent szellem van, és akkor még mellette a többi ő utánok loholó, többi másik karizmatikus gyülekezet betöltekezik megint szent szellemekkel, akkor hány ezer szent szellem van megint csak. Tehát hogy az emberek nem használják azt az észt, amit kaptak az Istentől, hanem hagyják, hogy káposzta lévé posványodjon. És sajnos ezt kell mondani, mert az Istennek a dicsőségéből önmagukat leszentségtelenítik a disznók moslékába való fürdőző emberekkel. Vegye mindenki elő az eszét, az agyát, és kezdje el használni, és szóról-szóra kezdje el értelmezni, újraértelmezni a Bibliát. Ne ilyen vakvezetők által, akiket propaganda túlként használnak a bankrendszerek, meg a világ elit kormányzása, hogy milliókat agymossanak a hülyeségre, értitek, az istentelenségnek a dogmáira. Vegyétek elő az agyatokat, az eszeteket, és nézzétek meg az írásból, hogy nincsen szent szellemre utaló galambkép minimum háromszor, két vagy háromszor. Nem tudjátok bebizonyítani. Aki ezt nekem be fogja bizonyítani, odaadom neki az egyhavi fizetésemet. Nem fogjátok bebizonyítani, nem fogjátok tudni bebizonyítani, ezért inkább hallgattok, megmaradtok a Facebookon, meg egymás között a különféle vallási fórumaitok, a pocskondiászok bennünket, meg amikor a hozzászólásaitokba nevetségtárjává tesztek, mert gerinctelenek vagytok, és nincsen meg bennetek az a gerincesség, ha fogjátok magatokat, és azt mondjátok a YouTube csatornákon keresztül, hogy tisztelt embertársam, ebben is abban azért tévedsz, mert itt ezek az igé, három ige egybenhangzóan ezt bizonyítja. Egyikőtökben sincs ennyi gerincesség. A gerinctelenségnek a természetével vagytok átitatva, amilyen a vezetőtök, amilyen gerinctelen, és hasznot húz belőletek gerinctelenül, ugyanolyan gerinctelennek kiváltatok ti magatok is. Az igazságról nem tudtok beszélni, azokat a demagóg teológiákat ismételgetitek a pásztoraitok után,
amiről fogalmatok sincs, át se gondoltátok, hogy miről beszéltek egyáltalán. Csak kinyitottátok az elméteket a kundalini zenés agyitogató feadélutánon, kinyitottátok az agyatokat, és bepakoltátok azt a sok szemetet, ami ezeknek a hazugság lelkeinek, mint a jelenésekben van. Ugye azt mondja, láttam, hogy a fenevadnak a szájából három tisztátalan lélek jött ki, békákhoz hasonlóak. Amikor kinyitják a vezetőitek a szájukat, és ontják ezt a sok istentelenséget, babiloni luciferizmust, amit ti gondolkodás nélkül fölültök neki, csak azért, mert társítva van a meggazdagodás teológiájával. Igen, ha engedelmeskedsz a sátánnak, és másokat is behozol ezrével, az egész családodat, a rokoni körödet behozod ebbe a gyülekezetbe, és adófizetővé teszed az Antikrisztus számára, belekereszteltetted őket az Antikrisztusba, akkor tégedet határtalan gazdagsággal meg fog áldani az Isten, csak bízzál benne. Mit gondolsz, hogy miért nem fogadta el Isten fia az ördögnek az ördög által fölkínált világnak a gazdagságát és a vagyonát, minden dicsőségét? Mert tudta, hogy ha el fogja fogadni, akkor el fog vele együtt kárhozni. És tudta, hogy ő neki nem az a célja, hogy itt megtollasodjon, hanem Isten szócsöveként, Isten trombitájaként az embereket józanítsa ki ebből a hulladék, hányadék, szentszellem megrészegedés, sekinás agyamentséggel. Tudta, hogy ez a feladata. És azok, akik beállnak a meggazdagodásba, azok kijelentették ezzel, hogy igen, elfogadom az ördög ajándékát, én be akarom magam biztosítani, én itt akarok élni, ide akarok berendezkedni. Nem baj, hogyha az Isten majd az elragadtatás után, a nagy nyomorúság ideje után kiönti az ő haragját és elpusztítja mindazt, amivel berendezked. Nem baj, én akkor is vakmerően az Isten ellen ide akarok berendezkedni. Olyan csarnokokat építek, meg katedrálokat, több milliárd dollár értékben, ami mellett minden eltörpül, és az emberek elveszítik benne az emberi mi voltukat. Nem baj, ahhoz kell a pénz, nem ahhoz kell a pénz, hogy a gyülekezet ajtaja mellett meg 50-50 koldus, és ennivalóért koldulnak. Több ezer gyerek van az országban, akik apátlanok, anyáktalanok, és a kereszténység elnézi őket, hogy amíg ők gazdagodnak, akkor ezeket a gyerekekből mit művelnek, mit nevelnek ki ezekben az intézetekben, az árvaházakban, hogy lelketlen embereket kovácsolnak belőlük, és teszik őket a rendszer kiszolgálójához rabszolgává, és ahelyett, hogy ő hozzájuk kinyúlnának, nézzétek meg a régi Krisztus követők az árvaházakból kihorták a gyerekeket, fölvállalták a velük együtt való nehézségben való élést, csak hogy életben maradjak, csak hogy üdvösséghez jussanak. Mit tesz ebből meg ma a kereszténység? Mit tesz ebből meg ma Németh Sándor? Mikor láttad azt, hogy a Németh Sándor a bukszájába bement egy árvaházba? Mikor hallottad azt személyes bizonságtevőkön keresztül, hogy ne legyen ez ugye megint csak a Németh Sándornak a propagandája, hogy milyen jó a hídgyülekezet, és milyen jó a vezetése, mi ugyanolyan gentleman club vagyunk, mint a szabadkőművesek Amerikába, ugye, hogy megnézed a legtöbb jótéteményi szervezet, ezek a volunteer szervezetek az USA-ban itt, Amerikában, megnézed, hogy a legnagyobb adakozók, a keresztények eltörpülnek mellettük, és az emberek ezért csatlakoznak hozzájuk, mert elhiszik, hogy ezek még a keresztényeknél is sokkal jobbak, mert még így emberileg is többet tesznek az emberekért, a nyomorúságban levőkért, mint maguk a keresztények, akiknek azt az utasítást adta az Isten, hogy látogass meg az árvákat és özvegyeket, és ehhez mit csinálnak? Levérnelnek a sátán elé, és kinyitják a szájukat, és hagyják, hogy a sátán bepakolja azt a sok kocsmáságot a szájukon keresztül az agyukba, a beléjük repülő szent szellem által, és elfogadnak minden vagyont, amit csak foggal körülben meg lehet szerezni ebben a világban, csak hogy az első sorban ülhessek, a legszebb Bentley-m legyen, a legjobb Volkswagen-em legyen, a legszebb BMW-m legyen. Nem baj, hogyha a vállalkozásom meg elveszi a nekem dolgozó, Isten nélkül élő embereknek a fizetéséből a 10%-ot, mert te így akarod magadat villogtatni a gyülekezetbe, hogy neked olyan gyülekezeted van, ahol a híveid is már keresztények, és szívük sorsának érzik a gyülekezet eltartását, és önként önzetlenül szórják a pénzeiket a fizetésből a főnöküknek, hogy ezt beadhassák, és vehessenek cipőt, meg nyaralót a fő vezetőiknek.
hogy ezt, ahogy ezt hallottuk, hogy, hogy a híd gyülekezetnek a keszthelyi vezetője kölcsönt vett föl a hívek a gyülekezet nevére, és a hívek meg nyögték a havi törlesztést, értitek? De erről szól a kereszténység, ha megnézitek, az egész egy pöcegödör, egy ürülékgödör az egész kereszténység, mert egyáltalán nem azt csinálja, amire Isten rendelte, még annak az időnek a kezdetén, a messiásunknak az eltávozása után az első században, egyáltalán nem azt műveli, feslettségben élő, az Isten szemében egy skarlátba öltözött, aranyjal, gyémánttal magát megtűzdelt, körülrakott parázna nő, egy parázna asszony, egy szentségtelenségnek a prostituáltja, ezzel illeti Isten, skarlátban van öltözve, skarlát a Bibliában az igazságtalanságnak, a bűnnek, a cselekedeteinek a szimbóluma, halálos bűnöknek az elkövetésének a szimbóluma, míg a másik oldalon az Ekklesiának a hívei, akik az Ekklesiában Istennek való engedelmességből hajtják végre Istennek engedelmeskedve az Isten akaratát, ezeket az Isten fehérbe öltöztette, mert megvalósították az Istennek az akaratát, azt tették, amit az ő megváltójuk mondott nekik. Ugye láthatjuk a 144 ezerről a Jelenések könyvébe, ugye a babiloni parázna gyülekezet, a kereszténység azt mondja, hogy ezek az igazi zsidók az utolsó időkben az Isten olyan csodát fog csinálni, hogy klónozással előhoz majd 144 ezeret a semmiből, és akkor ők lesznek a világnak a szentjei az igazi zsidóként. Minden törzsből. Hogyan csinálná meg ezt az Isten, amikor két törzs igazából az összes 12-ből, honnan szedni elő a másik 10 törzsnek a leszármazottait az Isten? Az emberek ennyire hülyék, ennyire gyagyások. Komolyan mondom, hogy az agyam szétrobban tőle, amikor ilyeneket hallok a gyülekezetekből, és akkor jönnek az emberek, és ugye a 144 ezer, ők azok szűzek, és akkor remete életet élve követték a bárányt akárhova ment. Ha megnézik valaki, azonnal nyilvánvaló, hogy az Ekklesiának a követői, a Krisztus követők kijöttek a Babilonból, nem parásználkodnak ugyanazokkal az istentelenségekkel, ahogy már skarlátba öltözött babiloni parászna asszony ül a fenevadon, hogy a kereszténység is csak ugyanolyan prototípus képviselője az emberiségben, annak a világrendszernek, világvallásnak, amit majd az antikrisztus rendszerében meg fognak valósítani, amilyen volt régen a luteránizmus, a kálvinizmus és az azt megelőző katolicizmus. Ezek csak mind letűnt, feledésbe merült eszmeképei, eszközei az ördögnek a kezében, amivel tömegeket tudott sakba tartani az ő neki való engedelmességbe. És tudjuk nagyon jól, hogy az Ekklesia hívei azok a 144 ezer, akikről azt mondja, hogy bárhova megy a bárány, követik őt. Mikor követi a kereszténység a bárányt, az Istennek a fiát? Soha se követte. Kezdettől fogva Konstantin követte a kereszténység, követte a német sándorokat, az érsekeket, a papokat, a hercegprímásokat, meg a Dalor Kreflókat, és az összes többi pénzért félrevezető Lucifer ördög képviselő szakembereket. Értitek? Meg van írva a Jelenések könyvében 144 ezerről, hogy az Ekklesia, aki Áron lettek megvéve. A kereszténység nem lett Áron megvéve, semmilyen ár nem lett kifizetve nekik, mert az Isten fiának a halálával elnyerhető kegyelem csak azoknak szól, akik az engedelmeskedő életükkel az atyának és az ő fiának bizonyítják azt, hogy ők az Isten természetében akarnak élni, és így kell nekik a kegyelem. Áron lettek megvéve, és ők képesek minden árat megfizetni, mindenről lemondani, ami ahhoz kell, hogy a természetükben bizonyítsák a viselkedésükkel azt, hogy ők az atyához akarnak tartozni, olyanná akarnak válni, mint maga a Krisztus. Mikor volt a Krisztus, mikor ülcsörgött a Krisztus be a szépen kipárnázott cégekbe, a gyülekezetekbe, mikor szórta a több tízezer forintját a feneketlen kosarakba, mikor állt elő az Istennek a fia a gyülekezetek élén földön fetrengve, mikor állt elő öklendezve, köpködve, kukorékolva, meg ugatva, mint a kutyák a nyakán a szíjjal, lehet látni az egyik a Toronto Airport csőcsbe, és jártam, és lehet ezt látni, hogy
list kötöttek az embernek nyakára, és akkor ebben a kundalini jogázásból őrjöntek az emberek, teljesen állattá csökevényesedtek. Mikor csinált ilyet az Istennek a fia? Az Istennek a fia mindig az Istennek a rendjét mutatta be, és meg lehet nézni az Istennek a Bibliában beépített szimbolikus rendszerének a rendjébe, nincsen Szent Szellem galamb ábrázolás. Kizárólag az Isten fiának a szimbóluma volt mindig a galamb. A Noé, már a Noé bárkájának a történetében már a kibocsátott, az öreg Noé által kibocsátott, hogy egyik helyen úgy mutatja be Istent, talán az Ezékielnél, vagy valamelyik prófétánál, úgy mutatja be Istent a próféta a kijelentésében, hogy az öregkorú. Tehát ezzel visszautal arra, hogy a Noé történetében Noé képviselte az öregkorút. Aki kiengedte a galambot az ablakon, ugye, tehát kiengedte az ő országából, Isten kiengedte a földre a galambot, a megváltót, és az úgy tért vissza, hogy a szájában volt az olajág, az megint csak az agyam robban fel, amikor hallom az agymosott robotokat a gyülekezetekből, hogy hát az olajág és az olajfa az a zsidóknak a szimbóluma, a mai zsidóságnak a szimbóluma, hogy összegyűltek, és amikor látod, hogy a fa virágzik és gyümölcsöt hoz, akkor láthatod, hogy közel van az ajtó előtt, mert megvalósult 1948-ban Izrael újból állam lett, és az Isten népe megint össze lett, egybe lett hívva, megint egy profécia teljesedett be, ugye, és virágzik az olajfa. Az olajfa az Istennek, a megmentői munkájának, a tervének a szimbóluma. Ha a zsidók lennének az olajfa, akkor ma minden nemzetnek ma Isten erkölcsöt kéne gyakorolni, és az zsidóknak, a ma vélt zsidóságnak, az Isten felé való megtérésnek, elhagyva babiloni okkult elméleteket és gyakorlatokat, az embereknek Isten felé kéne fordulni a világ minden nemzetéből, ha ez az olajfa a zsidóság lenne. Ma megnézed a zsidóságot, semmi jel nem mutatkozik arra, hogy a következő 200 évben isteni erkölcsöt fog magára venni. Ehelyett a kereszténység megint nagy bambán, összetéve kezét, lábát ül a széken, és akkor ingatja magát, tekeri az ujját, malmodik az ujjával, várja az időt, mikor jön el az a pillanat a nagy egybegyűlésnek, a proféciának a beteljesedésére után, amikor most rájuk jön a nagy erkölcs. De abba bele se gondol, hogy elővegye a Bibliát, és elkezdje olvasni, és megtömje az agyát az igazságnak az ismeretével, és azt mondja, hogy ez az egész egy hülyeség, ez hazugság, mert a Bibliában mindig először úgy volt, hogy Isten a profétát odaküldte a népvezetőihez, a korrupt papokhoz, gyülekezetvezetőkhöz, királyokhoz, Kajafáshoz, meg az összes többihez, és elmondta nekik Isten a proféták keresztül, hogy pénzimádó vagy, látom a te mezítelenséged, rúdságát, mert vagyonimádó vagy, elveszed az emberektől a tizedet, megzsákmányolod, megdizsmálod a tizedet, amit az Isten rendelt arra, hogy együtt ünnepeljen a nép az Isten kegyelmében, bizonyos ünnepekkor, és ebből mutassák az állatot, ezt ti megdizsmáljátok, az asszonyokkal paráználkodtok a gyülekezetbe, ilyenek ki vagytok, váltatok, forduljatok el ettől, mert ha nem, az Isten a környező szomszédot asszíriát fogja rátok küldeni, és rabszolgaságba verve viszik el a fiaitokat, lányaitokat, prostituáltat csinálnak a gyerekekből, az apáitok meg a kő fejtőben fognak éjjel-nappal dolgozni, és ott fognak éhen halni. Nem hallgattak rájuk, Isten rájuk küldte az asszírokat, rájuk küldte a babiloniakat, és ott sírtak, rítak, hogy most miért hagyott el az Isten bennünket, jaj, ez a nagy csapás, és mi egyéb ott játszották meg a nagy sértődötte, és akkor Isten odaküldte hozzák a prófétát. Én most sem veszitek észre a nyomorúság kellős közepén, hogy nektek föl kéne hagyni ezzel a sok ostabasággal és istentelenséggel, amit műveltek? És akkor a népnek egyik másik józanabb beszű embere, tényleg, hát itt a magyarázat, tudjátok, mi öltözünk zsákruhába, szórjunk magunkra hamut, kenjük be magunkat, legyünk retkesek, és alázzuk meg magunkat, tépjük szét a szép ruháinkat, az ékszereinket, az autóinkat, dobjuk a szemétbe, váltsuk át pénzre, adjuk, hogy ennivalót vegyünk a szegényeknek, éhezőknek magunk körül, hogy ezáltal beteljesítsük a megváltónak az utasítását, hogy elmenjünk, meglátogassuk az árvákat és az özvegyeket.
És így térjünk meg az Istenhez, önmagunkat megalázva, és nevezzük magunkat és a cselekedeténket, igenis bűnnek és bűnösök vagyunk, és ezt mikor megtették kollektívan, akkor az Isten a királlyal beszélt, bármelyik óta őt az ő álmában, és tudatta a királlyal, hogy enged haza a népet, megszűntek a bűntől, és akkor a király magához hívta a prófétát, ezután a nagy kollektív bűnbánásnak a bemutatása után, és tudatta velük, hogy haza fogunk menni, az Isten hazaenged bennünket, állt a templom, csak ki kellett takarítani, kizenni belőle azokat az osmátságokat, amiket a környező népek, az uralkodóknak a népei belehordtak, ugye, mint Görögországnál Antiochus Epifánész disznót áldozott, Zeus szobrot, egy obeliszket állított a templom udvarán, ugye, hát ezeket le kell rontani, kipakolni belőle, kifényesíteni, kitisztítani, és akkor Isten szerint való tiszta szent életű papot választani a próféta által, és a királyt, aki ugyanúgy a próféta által lett választva, tehát visszaállt az erkölcs egy rövid időre, sajnos csak egy rövid időre visszaállt az erkölcs, és ezek után ajándékokkal a fogvatartó király, tehát mindig egy király tartotta fogva a népet, ezt is megláthatjátok. Most viszont a világ nemzeteiből gyűltek össze az emberek, minden honnét magukat is zsidóknak nevezve, amikről ugye, aki utána néz, tudjátok, hogy ők nem igazi sémitaiak, hanem Kazáriából az Európa részére vándorolt Jáfetnak a leszármazottai ők. Ezért ők kazárok, és askenázimok, kazár askenázimok, mert Jáfétnak az unokájaként, askenázként szórottak szét az európai kontinensen. Ezeknek az ősei az életben nem láttak soha egy darab írást a Mózesnak a tórájából. Ők egyben már, amikor felvették a zsidó vallást, hogy megúszták össze, ne omoljon a birodalmukat Kazáriába, azonnal a Babilonból származó Talmud és luciferizmust vették át. Ezért nem is csoda, hogy a mai napon is ugyanaz gyilkolászóak, mint amit a babiloni luciferizmus tanít. És ha ezt a mai képet összevetítjük a vél zsidóságnak a működését az utóbbi 50-70 évben, és mi várható, láthatjuk az Isten beszédében, ez az egész kamu hazugság, ez egy mesterműként összeállított hazugságnak a művelete, azért, hogy lehessen hova fölépíteni a templomot, azért, hogy beültethessék a Rothschildnak az unokáját oda, világ királyaként, és az ő utasítását, törvényét kövessék az emberek, ezáltal így nyílt a Lucifernek engedelmeskedve, őt imádva. Ezzel megnézzük ezzel szemben, hogy visszatérve az Istennek, az igazságának a beszédét, nem tudom, hogy ez még tud-e hatni egyáltalán még a beprogramozott robotviselkedésű keresztényekre, akik hallani se akarnak ilyen dolgokra az Isten igazságáról, a vezetők igazsága az mindig nagyobb, mint az Isten igazsága. Ha megnézitek, mindig egy király tartotta őket fogva, ha megnézitek, kollektívan bűnbánatot gyakoroltak, és velük volt mindig egy prófétája az Istennek. Igaz? És utána a királlyal beszélt az Isten, az király ajándékokkal hazaküldte a népet, kitisztították a templomot, felékesítették, kihozták az istentelenségnek az eszközeit belőle. Ha megnézed ma a kereszténységet, amire ugye azt mondják, hogy a kereszténység a Szent Sátornak a szimbóluma, vagy a Szent Sátor a kereszténység szimbóluma volt. Az Isten sátorában soha nem találtál, akkor, amikor Isten szerint működött, soha nem találtál eretnekségnek a szimbólumait, és soha nem találtad az eretnekség szimbólumaihoz kötődő babiloni luciferizmusnak a tanait. Ha ma megnézed a kereszténységet, az Isten beszédével összevetíted, ezért mondja rá a Messiásunk a Jelenések könyvébe, úgy néz ki, mint a bárány, de úgy beszél, mint a sátán. Ha csak látszólag, ha ránézel, úgy néz ki, mint a bárány. Tehát csak látszólag hasonlít egy kicsit az Istennek a fiára, az ő beszédére, az ő viselkedésére. De hogyha bemész, és megnézed a tanaikat, amikor hallod az ember beszélni a pulpitusról, Sátán beszél rajta keresztül, a sátánnak a trombitája, a sátánnak a szócsöve. Ha meg akarod pecsételni az életedet, kározatta menj és hallgass, hagyd magadat beprogramozni. Amikor Isten működésbe helyezte a Szent Sátort, és amikor utána az tönkrement, akkor a Salamon által épített templomot,
Nézd, Salamon tönkrement, Salamon istentelenné vált, a legnagyobb luciferi imádóvá vált, akit valahol létezett a Földön. Talán még Aleister Crowley is, meg Németh Sándor is, meg az esetleg messze eltörpülnek tőle. És szentségtelenség ütötte fej a fejét a templomban, ugyanúgy a papok korruptá váltak, részrehajlóan pénzért hoztak ítéletet, a gazdagokat hozták ki mindig győztesként a különféle tereskedésből a nép között. Ezért Isten összedöntötte azt. És amikor a sátor és a templom istenként funkcionál, és visszatér bűnbánóan a nép, ugye kollektív bűnbánás után, ezt soha nem láttátok a mai Izraelnek a történelmében, soha nem volt kollektív bűnbánás, soha nem volt velük az Isten prófétája, és ahelyett, hogy Istenhez tértek volna vissza, és a megváltójának a beszédeihez, ehelyett még nagyobb istentelenségben mentek, még nagyobb babiloni lucifer imádatba. Az egész ország a kabalát gyakorolja talmudizmuson keresztül, a rabik által, ugye, akik a legnagyobb szócsövei az ördögnek, ezért menjetek csak, vegyétek a fejetekre. És remettétek már, hogy a muzulmán vallásban kicsi sipkájuk az embereknek, nagyon hasonlít a katolikus érsekeknek, meg herceprímásoknak, meg bíborosoknak a kicsi sipkájára. És vajon észrevettétek el, hogy a talmudizmus gyakorló áljudaizmusban élő mai zsidóság, ugye, aki valójában az Isten szerint is vélt zsidóság, de csak a kereszténység által van propagálva, mint igazi zsidóság, ugyanolyan sapkájuk van. És vettétek ezt az érdekes egybeesést, hogy ha megnézitek, és utána néztek, ezt a sapkát Babilonba hordták a babiloni lucifer imádó papok. Nézzetek utána, és rá fog tenni. Az egyik műsorában Tex Marsnak beszélget, már elfelejtettem, hogy kivel, ugyanúgy a szokása szerint a kazáros kinázint zsidóknak a vezetőinek a leleplezésével foglalkozik, és szóba kerül ez a sapka a siratófal előtt, azonnal leleplezik egyből, hogy a siratófal az Antónia erődítménynek a fala soha nem volt kapcsolatban a Salamon templom falával, de még hogyha lett is volna, Isten leromboltatta, hogy kőkövön nem maradjon, ugye, mert Isten azt mondta, hogy többet nem adok semmilyen emberi kezek által épített építményt, hanem harmadjára a saját fiamat küldöm be, és erre nem lesz hatással se az ördögnek a vagyona, amiből kínál neki, se a megfélemlítő beszédei és agitátorai, mint a Mária, ugye a barátunkkal kapcsolatban, vagy mint a gyülekezetek élén, ugye, hogy ha nem engedelmeskedsz a pásztorodnak, akkor Szentlélek káromló vagy azonnal. Miért? Mert a Szentlélek, az ő szent lelkük, a vezetőknek a szent lelke, az maga, az Antikrisztus szelleme, az engedetlenségnek a szellemisége, maga Sekina. És hogyha nem engedelmeskedsz Sekinának, akkor az azt jelenti, hogy nem engedelmeskedsz Sátánnak. Érzitek? És ebből lehet látni, hogy a mai Izraelnek semmi köze Istenhez. Tehát az ő úgymond újból összegyűlésének a lépésről lépésre való eseményei nem úgy történtek, ahogy az általában Istentől vezetve történt az Ószövetség idején. Kihagytad a figlárát, meg a papokat, levitákat, azok sincsenek. Igen, hát, na és megnézitek, hogy Isten azzal tette legitimé a Szent Sátornak a működését is, ahogy elkezdődött először, hogy ő maga gyűjtött tüzet. Egybe lett hívva az egész nép, ugye megfújták a trombitát, egybe gyűlt az egész nép a sátor körül, és ott volt magasan az oltár, látszott rajta, ott volt a előkészített éghető anyagok, és az első tüzet azt mindig Isten gyújtotta, vagy Istennek az angyala gyújtotta. Inkább valószínűsítem, hogy az maga Isten volt, tehát mert még a kerubok azok a sátorban voltak benne a fridláda fölött, addig valószínűsítem, hogy így ezzel a módon, ahogy Isten tüzet vágott le a mennyből Illésnél, amikor kihívta versenyezni a filiszteus lucifer imádókat. Ez egyébként meg fog történni nem sokára az emberiség történelmében, és amikor Isten az ő eklésziáján keresztül ki fogja hívni versenyre a kereszténységnek a szabadkőműves papjait,
és föl fognak vele sülni a mutatványal, és még többen észre fognak térni, hogy ott nincsen semmiféle jelenléte az Istennek, és a Szent Sátor és a Kőtemplom soha nem volt szimbóluma a kereszténységnek, hanem mint márkája, mert megnézett fölülnézetből a Szent Sátort és a templomot, egy ilyen hajószerű képet alkot, egy ilyen bárkához. Ezért is hívták tulajdonképpen, meg az angol nyelven és vesszőnek hívják az Istennek a sátorát. Hát, amiben az Isten kegyelme volt beletéves, aki oda bement, azt találkozhatott az Isten bocsánatával, ha megbánta előbb a bűnét, és bemutatott egy áldozatot. Most összehívták a trombitákkal, hasonlókkal, összehívták a népet, és az első tüzet azt Isten gyűjtötte meg ezzel, jelezve azt, amit nem tudom, Ézsaiásnál van, hogy hol van az, hogy Joelnél is mondja egyébként, hogy és megtudjátok, hogy Izraelnek közepette vagyok én, és hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, és rajtam kívül nincsen senki más. Tehát nem Szent Szellem volt ott, és nem Jézus volt ott, hanem maga az Atya gyűjtötte meg az ő jelenlétével a tüzet, ezzel jelentette ki az emberek előtt, és ezzel adott tulajdonképpen egy karaktert, egy tartást, az emberekben való félelmet, hogyha oda bűnösen mész be, meghalsz, meg fog ölni az Isten. Ezzel azt jelentette ki az Új Szövetségben, az előképe volt az Új Szövetség 50. napjának, hogy amikor az egybegyűlés összehívása volt, tehát összehívta Isten a 12 apostolt, akik követei voltak már Istennek, Isten fiának, és a rájuk hallgató 12-t Jeruzsálemből. Ott csak ez a 132 ember találhatott ott Jeruzsálemben azokban napokban engedelmesnek, és ezek hívta őket Isten össze. Összegyűltek, mi történt? Zúgó szél támadt, és tűz gyulladt az apostolok feje fölött. Tehát tulajdonképpen ez lett az Istennek a temploma, ez az eklészia, az engedelmeskedőknek a közössége. Ezért nem igaz az, ahogy már szánkat letépve, rongyosra beszélve hangoztatjuk, hogy az emberek egyenként soha nem lesznek az Isten templomai. Aki magáról azt meri állítani, hogy az ő teste az Isten temploma, az tartsa magát nagyon szerencsésnek, hogy az Isten nem ölte meg őt, mert egyedül kizárólag ez a cím, ez a megtiszteltetés a Krisztusnak szól. Ugyanis a János jelenésekben, amikor olvassátok, hogy arról beszéltünk egy alkalommal, hogy nem nincs kijelentve az Isten fiának a neve a Földön, tehát magyarra fordítva kizárólag megváltónak, szabadítónak, felkentnek, szabadna szólítanunk őt magyarul, és be kéne fejezni ezt a görög sztoicizmusból és görög mitológiákból való Jézus Krisztusos elnevezést, ami magára Zeusra utal, ahogyan máskor is már ezt beszéltük, amely pedig Zeus pedig magán a sátánnak a megtestesítése. Ugye Zeus a főisten, akinek sok szolgáló angyalai istenei vannak, ugye, és ez ugyanúgy annak a szimbóluma. Gnoszticizmusból, igen, gnoszticizmusból származnak ezek, tehát lehet látni azt, hogy a jelenésekben azt mondja ez részt egy helyén, hogy fölírja, megpecsételtetnek az Isten fiának, a 144 ezer megpecsételtetik, tehát akik követték a bárány bárhova ment, tehát azt jelenti, hogy elmentek mindenhova, ahova küldte őket. A kereszténység nem megy el sehova se, jól érzi magát a meggazdagodott palotájában, és azt mondja, hogy felírom arra az Istenemnek a nevét, tehát itt megbukik a Szent Háromságtan, hogyan lehetne akkor a Messiásnak Istene, hogyha létezik a Szent Háromságtan, és ő maga is Isten. Másrészt viszont van egy igám, ami azt mondja, hogy fel van írva az ő új neve, új nevet kapott, ami megváltunk, és ez az új név a jelenésekben ott van, hogy Istennek a temploma, aki az emberek között van. Itt van a jelenések 3.12, aki győz oszlopát teszem, azt az én Istenem templomában, és onnan nem kell ki több, és felírom rá az én Istenem nevét, az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. És az én új nevemet. Tehát amiről tudhatunk, mi az ő új neve, az egyik új neve, az Isten temploma. Tehát
mivel hogy bevégezte a feladatát, a megváltást és a szabadítást, ezek után, mivel hogy ő új tevékenységbe fog lépni, vagy tevékenységben van most, főpapként a megigazultak és Isten között, ugye, tehát mivel ő főpap, ő úgy volt itt a földön, ő volt a szent sátor, és ő volt a szent sátorban a főpap, és ez a főpap a saját maga testét áldozta meg, mint áldozati bárány, szeplőtelen bárány. Tehát ő három, ezért megváltó felkent szabadító a neve. Hát így van ez a szent három, ez valódi szent háromság. Hogy ő szent életű személyként az Istentől küldve, ő a templom volt, ő, tehát az emberek közé beküldött igazi templom, aki közvetítette az Istentől való megbocsátást, ő a főpapként tevékenykedett az emberek között, és még most is könyörög az atyánál, amikor látja, hogy az ő eklésziája csukladozik, vagy elcsúszik, és ő a főpap benne, és ő az áldozati bárány. És ezért az ő új neve, mivel új hatókör, új felügyeleti kört, új szerepet kapott a megváltónk, mivel új szerepet kapott, ezért nyilvánvalóan az ő neve is megváltozik az Isten ország, megváltozott az Isten országában. Ja, mit mond az írás? Hogy láttam alászállani a mennyei Jeruzsálemet, amiben volt a templom, és a templomban pedig az Istennek a dicsősége világított. De nyilvánvaló, hogy miről beszél, ugye? Alászállt az Istennek az ország a mennyei Jeruzsálem. Ez ki? Ez az eklészia. Ugye? Ez az eklészia, az elragadtatóknak a közössége. És ebben volt a templom, tehát az elragadtatottak közepén, ahogy az alászál, ott fog lenni maga a messiás, a megváltónk. És nyilván, hogy ő maga a templom, tehát ő fogja továbbra is azoknak a Isten nélkül élő nemzeteknek árasztani az Isten kegyelmét, hogyha feljönnek hozzá, és engedelmeskednek neki, és tiszteletet tesznek a sátoros ünnepekkor, ami az ő születésének a napja, nem a karácsony, akkor azok a népek megtartatnak, és kegyelemmel illetetnek, és a gyermekeik üdvözülni fognak. Amelyeknek nem, azok pedig össze fognak dőlni azok az országok, Istentől nem kapnak semmiféle áldást, esőt, semmit. És mert ebből is lehet látni, hogy mekkora hamisítások vannak a kereszténységben. Ja, a másik pedig, a mai Izraelben nincsen templom, nem lesz miben hazatérni, nem volt miben hazatérni a népnek, nem volt miben betenni az áldozatot, és nem gyűjtött Isten tüzet. Mindig így volt a helyreállítása. Ezért a mai Izrael, ez az átszalagos helyreállítás, ez nem az Istennek a munkája, ez az ördögnek a munkája. Már lehet látni azt, hogy már a Jósuának az idejében már nem volt ott a templomban a frigyláda. Hát már ennél fogva sem volt teljesen legitim a működése. Főleg azért, mert Heródes építette azt újra, és toldotta ki új dolgokkal, ami az Isten utasításában nem volt benne. Hát majdnem azt a bűn követte el Heródes, a nagy Heródes, mint amit elkövetett Salamonnak a fia, ugye a nagy Lucifer imádónak a fia, aki még nagyobb Lucifer imádó volt, hogy a hét ünnep mellé, a profétikus ünnep mellé betoldott még egy nyolcadikat. És pont melyiket gyalázta meg ezzel a nyolcadik ünnepvel? Az Isten fiának a születésnek, az emberek közé bejövetelének a napját. A sátoros ünnepet gyalázta ezzel meg. És ezért végérvényesen felszámolta Isten Izrael. Elvitte az asszírokkal, onnan már csak két törzset hazaküldve, és velük együtt, ő pedig más nemzeteket betelepített az asszír király. Amikor jöttek a rómaiak, teljesen szétpusztították, tehát a templom szétpusztítása és a maradék két törzsnek a szétszavarása volt Istennek a ítélete. Törekedjetek arra, hogy fogadjatok szót, ha már az Isten beszédénél nem fogadtok szót a kereszténységben, most azokhoz szólok, akik vakarják a fejüket, és most mit csináljak, mert tudom, hogy igazat mondotok a hanganyai gajaitokon keresztül, tudom, hogy ez az igazság, de itt van az egész családom, itt van mindenki, akiről tudok, minden barátom, minden üzleti kötődésem idekötte ehhez a gyülekezethez. Azt tudom mondani, hogy ha úgy akarsz járni, mint Lótnak a felesége, nem véletlen Lótnak a feleségéről van szó, nem Lótról, mert Lótnak a felesége előképe a keresztény gyülekezeteknek és egyházaknak. És azoknak az embereknek, ugye
a Lótnak a felesége szeretett volna visszamenni oda a városba, Szodomába, és szerette azt a kiszolgáltságot, és ezért, amikor mentek kifelé, visszanézett, hogy hú, de jó lenne visszamenni, hát ott éltünk, milyen jól éltünk, milyen jó környezetben, megbecsültek voltunk, az emberek hajbókoltak előttünk, az emberek tömtek minket lóvéval, ugye ez volt a Lót feleségének a felfogása. És ezért merevedett kővé, úgymond ebben a allegórikus képben, mert ugyanezt történt a kereszténységgel is. Hogy ugyan látszólag kiértünk a világból, de a pénz az továbbra is nagyon jó, és nagyon jó, ha tele vagyunk pakolva pénzzel. Na, és a legjobb az, hogyha már a világtól nem tudjuk elvenni, nem tudjuk ellopni, mint ahogyan azt elloptuk a megtérésünk előtt, akkor el fogjuk lopni majd mindenféle félelmítő tannal, majd el fogjuk lopni a minket szolgáló, mi a lánk beszervezett piramis rendszerben, mi a lánk legalulra beszervezett szolgáktól, akik majd ontani fogják a védettségért, meg az áldásért, ontani fogják majd a pénzt számunkra. Hát így fogjuk ellopni a világtól a pénzt. Mert ugye a mi a lánk beszervezett emberek is a világból kapják, a világ rendszereiből kapják a pénzt, na most még majd be fogják hordani ide nekünk, és ugyanúgy majd jól fogunk élni. És gazdagok leszünk, nincsen szükségünk semmire, főleg az Isten kegyelmére nincsen már szükség, mert már pénzen keresztül mindent megvettünk. És ezt láthatjuk, hogy a Lótnak a története, ugye a Lót Szodomában élt, ahogyan a kereszténység ma a világban. Tulajdonképpen Lót a mi előképünk, tehát mindazoknak, az Ekléziának az előképe. Most esik le, srácok, most esik le ezen a képen keresztül, hogy Lót az Ekléziának, azaz a Noé bárkájának a szimbóluma. A feleség, tehát a parázna asszony elhagyta a férjét, és visszament a világba a kereszténységgel. Ugyanez van, ezért meneküljetek, mert az ördög természetét hordozza, mert a világ az ördög természetében vesztegel, az ördög szellemiségében, engedetlenségben, és ezért Isten ítélete van rajta. Na most ebben vissza belement a kereszténység, úgyhogy az ördögnek a világi teológiáit keresztény tanoknak átszázva beadja, programozza a híveit, így Lót felesége kőbálványá vált, abszolút cselekvéstelenné, cselekvéképtelenné vált, impotensé vált a kereszténység, helyette az emberiség megmentésének a célja helyett a meggazdagodásnak a célját és Lucifernek a legjobb szolgájának a pozíciónak a célját tűzte ki maga elé. És Lót viszont felismerte azt, hogy ebből ki kell jönni, hát Lótot is az angyalok, Istennek az angyalai húzták ki, ugyanúgy, mint ahogy minket is, az Istennek az angyalai, akik bombáztak bennünket az Istennek az információival, a Biblián keresztül, mindenek keresztül, még az összeesküvés elméleteken keresztül is, hogy értsük meg, hogy srácok, a kereszténység annyira össze volt a világgal, és létrehozott még másik két vallást, ami tulajdonképpen a fenevadnak a szájából kijövő másik három békához, varangyhoz hasonló gusztustalan teremtmény. Megnézhetitek, hogy a kereszténység is ugyanazt propagálja, mint a muszlim vallás, a muzulmán vallás, ugye Allahról beszél, valójában egy női, tehát mind a két vallásban elkövetik ezt a vallásos csalást, mert ahogyan a kereszténységben Sekinát hirdetnek Isten szent szellemeként, a Sekina az egy női alakú dolog, ahogyan a muzulmán vallásban például Allah pedig egy holdisten nő. Tehát ebből is láthatjátok már, hogyha előveszítik az eszeteket, lehet látni, hogy a muzulmán vallás és a kereszténységnek a dogmái más színben, de ugyanazok. És ugyanez van a babiloni árjudaizmusban is, vagy a Talmudjukon keresztül tulajdonképpen ők is Sekinát imádják. Hát lehet látni, hogy mindhárom vallás a fenevad rendszerből jött föl, a tengerből feljövő fenevadnak a szájából jött ki ez a három vallás, kereszténység, Mohamedán és az áljudaista modern judaizmus, és ez a három vallásnak a teológiáival hitették el. És Isten szemében ez a három dolog, ez egy utálatos, undorító nyálas békához, varangyhoz hasonlít. Ezek a lelkek. Lelkületek. És lehet látni azt, hogy a kereszténység abszolút cselekvésképtelen, mert ő az Istennek, az igaz Istennek való szolgálás helyett
Lucifer istent, a föld istenének a szolgálatát helyezte célul ki maga elé, és ezt szépen be is teljesítette, ezért fogja Isten összedönteni. Azon keresztül, hogy a muzulmán vallást és az árjudaizmus össze fogja uszítani, és így fogja Isten elpusztítani a három vallást, egymás által fogja elpusztítani, amit az emberek kreáltak, ugye ezt a három világvallást, monoteista vallást. Hogy létrejött az egyedüli univerzális világvallás, amiben majd újra lehet sok Istent imádni. Valószínűsítem, hogy a Németh Sándor ezért állt elő ezzel a teológiával, mert figyeljetek meg, a következőkbe elő fog jönni ez a tan, hogy bevezessék a több Isten imádatot nyilvánosan a gyülekezetekbe. Fel fogják hozni ezt, hogy a Jézus azért nem korbácsolta meg a galambárusokat, és nem gyalázta őket, mert hogy ezzel bizonyítják a galamb szimbólumot a Szent Szelemnek, se kínálnak, megint csak Lucifer van mögötte. Ezzel azt fogják mondani, hogy most már, mivel az emberiség fölnőtt a kereszténységen, köszönhetően a kereszténység szolgálatának, fölnőtt annyira, hogy most már megengedhető a több Isten imádat, most már több Szent Szellem van, és a galamb az a Szent Szellemnek a szimbóluma, tehát ebből fakadóan most már megnyílott az út az Atyához, hogy több Szent Szellemen keresztül is mehetünk az Istenhez. Figyeljétek meg, hogy ebben az új globális világvallásban, kereszténységnek álcázva több Istennek az imádata lesz megengedett. Figyeljétek meg, ez meg fog valósulni. Akkor a Lót felesége szimbolizálja a kereszténységet, a sátán mennyasszonyát tulajdonképpen. Így van, sátán, ezért a jelenésekben a Lót felesége a parázna asszony a bíborba, karmazsinba öltöztetett arany poharat tartó, mert a kereszténység üldözni fogja az olyanokat, mint mi, és törvényszék elé fogja adatni. A kereszténységnek hatása van a politikára, a világpolitikára, vagy az országoknak a politikájára, és olyan törvényeket fognak hozatni a keresztény vezetők nyomása meg pénzelésére az államapparátussal, amin keresztül a vallási vezetők ugyanúgy fogják elintéztetni a magunk fajta képviselőit az ekklesiának, ami kijött Babilonból, mint ahogyan a zsidók, a luciferánus babiloni áljudaisták, Lucifer imádó talmudos áljudaisták elintézték, eltették láb alól a megváltókat. Ugyanúgy a világra bízták az Istennek a fiát. Ugyanúgy figyeljétek meg, hogy a kereszténységnek a vezetői tüntetni fognak, amikor nagy kiáramlás lesz a gyülekezeteikből, tüntetni fognak, és követelni fogják az állam vezetését, és hozzanak olyan törvényt, hogy rajtuk kívül más formában nem lehet Isten imádni, mert a sátán imádás. Figyeljétek meg, hogy meg fogják csinálni az általuk szponzorált politikusok, megpénzelt politikusok, olyan törvényt fognak létrehozni, amiben meg lesz tiltva az, hogy te akármikor gyakorolhatod az Istenbe való közösségedet, összegyűlhetsz házanként 2-3 másik emberrel, vagy 10-20 emberrel. Ezt be fogják tiltani, ez törvényen kívül lesz helyezve, és ezt sátánizmusnak fogják titulálni, és az ő beépített embereket elküldik, hogy megtalálják ezeket a valódi krisztusiakat, és így fog beteljesedni az, amit maga a messiásunk mondott, hogy az én nevemért, tehát a Krisztusnak a nevében lenni, Isten fiának a nevében lenni, ugye amikor mondják, hogy emlékszem, amikor bekeveredtem a pünkösdisták közé, az volt a legelső, amivel agymostak és bevettem, hogy testvérek, imádkozzunk. És akkor én nem tudtam, hogy mi az, hogy imádkozás, csak volt egy ilyen katolikus elképzelésem, hogy a gyerekkoromban a katolikus templom. És akkor én majdnem letérdeltem, ott összekulcsoltam majdnem a kezemet, és akkor ájjájájájájájáj, nálunk ez itt máshogyan szokott lenni. És akkor mondom, hát hogyan, én nem tudom, hogy olyan kell csinálni. Akkor egyből 50-en a nyakamba ugrottak, hogy megmutatták nekem, elővették a Bibliát, és akkor azt mondták, hogy ha az én nevembe kértek, hát tulajdonképpen bármit kérhetsz az Atyától, mindegy, hogy milyen bűnös vagy. Tegnap jöttél csak ki a katolicizmusból, és ugyanúgy keresztet vetsz, meg tízes dobsz a Szent Jakab szobornak, érted? És bementél a pünkösdiek közé, a karizmatikusok közé. Nem lényeg a múltad, semmit sem kell csinálnod, csak a Jézus nevében kell szólnod. És mondom, hogy hogyan kell csinálni? Hát mielőtt elkezdesz beszélni az Istenhez,
akkor azt mondod, hogy jaj, teremtő Istenem, a Jézusnak a nevében szólok hozzád. És akkor ez egy kulcs, megnyit minden ajtót az Isten előtt, mindegy, hogy milyen feslet vagy. És mára megértettem azt, hogy ez egy varázsigézés, tehát be vagy varázsigézve, el vagy varázsolva, és megint csak egy ördögi kabbalista tant vettél el. Mert ugyanis Isten fiának a nevében szólni az atyához azt jelenti, hogy neked a cselekedeteddel dicsőítened kell az Isten, mert csak akkor vagy igazi, szellemi zsidó. Mert az Isten szemében azt mondja Pál apostol, azok az igazi zsidók, akik az akaratukat, a szívüket körül megtérték az Isten beszédével. Tehát ez azt jelenti, hogy te alámerültél az Isten beszédének, és az Isten beszéde alá helyezed az életedet, mint egyetlen tekintély az életed során. Tehát írásos formában levő utasításnak. Hát akkor azok az zsidók, és ezért nem igazi zsidók, a mai zsidók sem, de még a vér szerinti zsidók sem igazi zsidók többé Isten szemébe, hanem azok az igazi zsidók, akik a cselekedeteiknek, az akaratukat alávetik az Istennek az utasításának a Bibliából. Ha valaki nem él úgy, ahogyan az Isten fia mondta, akkor annak az Isten tisztelete hamis, nem fogadja el az Isten. Mindegy, hogy olyan rikácsolsz, hogy tépkeded a hajadat, hogy de hát a Jézus nevében, azt mondja neki, hogy te hazudozó vagy, ezért hiába mondod, hogy Uram, Uram, hogy te vagy, hogy az én fiam a te urat, hiába mondod, hiába hazudod, hogy a Jézus nevében, mikor viszont a cselekedeteiddel tagadod, hogy engem szeret, mert nem engedelmeskedsz a fiam beszédének. Értitek? És azt jelenti, tehát tulajdonképpen meg se kell szólalni az embernek, amikor Isten elé járul, mert az Isten egyből lát, hogy te a fiam nevében vagy, tehát olyan cselekedeteket hajtasz végre, amiket én adok neked utasítású, és abban élsz, engedelmeskedve, vagy egészen egyszerűen csak a Káinnak, amerre a sapkáján a tól állt, érted, arra ment, azt csinált, amit kitalált éppen, és akkor hordta a sárga épát, tökött dinnyét az oltára, és akkor ott mérgelődött, hogy az én testvéremnek, az ekklésziának az állat az átra szótfogadására jön az Istennek a válasza, mert Isten az ekklészia jó cselekedeteit áldozatként fogadja el. Hát tulajdonképpen, amikor egy ember megtér az Istenhez, úgy mondta, tehát a kereszténység szavaival élve megtér az Istenhez, tehát amikor az ember fölismeri magában, hogy bűnös vagyok, méltó vagyok az ítéletre, és ha azonnal fel nem hagyok ezzel a felfogással és a cselekedeteimet nem állítom az Isten cselekedet elvárásához, akkor ha most meghalok egy balesetben, akkor kárhozatra vagyok azonnal ítélve. Vagy hogyha eljutok a nyomorúság idejéig, az utolsó trombita szóig, akkor viszont nem leszek elragadtatva, nem fönn leszek tartva az 1000 éves ítéletre. Tehát amikor egy ember fölismerő bűnben él, méltó az ítéletre, akkor tulajdonképpen azzal, hogy ő fölhagy a bűnnel, tulajdonképpen ezzel mutatod be áldozatot az Istennek. És az Isten ezt el fogja fogadni, ezt az áldozatot, és ez különösen nagyra becsüli ezt az áldozatot, és ezért az Isten is ápolni fogja az emberrel a kapcsolatát minden napon, segíti őt a bajaiban, kihúzza őt a veszedelmeiből, meggyógyítja őt a betegségeiből, de ez csak az engedelmeseknek van föltartva. Tehát emlékszem rá, hogy bármelyik gyülekezetben voltam, mindig állandó, hogy na most akkor gyógyítás következik, testvére kimádkozunk, és eljön a Szent Szellem meggyógyítja. És akkor ott voltak 20-30, akik fölálltak. Minden alkalommal mindig ugyanaz a 20-30 ember állt föl, hogy meggyógyult. Volt szerencsém látni egyik másiknak az életét, és akkor a következő napokban kíváncsi voltam arra, hogy ezek valójában meggyógyultak, vagy soha nem is voltak betegek, itt csak színjátékról van szó, és arra azt láttam meg, hogy tulajdonképpen ezek az emberek, amikor úgy látszott, hogy meggyógyultak, érdekes módon a betegségük még megpakolva más dolgokkal visszajött rájuk. És ezért nem értettem soha, hogy lehet az, hogy ott benne meggyógyult, hát azért, mert ott van a Szent Szellem, ezért van az emberek mindig a gyülekezetbe akarnak ülni, és ezért van az, hogy megfagyott, kővé merett a gyülekezet, a kereszténység, használhatatlan az Isten kezébe, ott áll, mint egy sóbálvány, ugye nem véletlen, hogy sóvá merett, ugye, mert Krisztus azt mondta, hogy az ő ekklésziájának, hogy ti vagytok a só. Tehát viselkedjetek úgy, hogy az emberek életét megízesítsétek az eljövendő világ erőinek az ízével. Ami azt jelenti, hogyha kapcsolatban vagy egy ember, aki még nem ismeri az Isten, segítsd őt az Istennek az útjára, ne egy mozgalomhoz, meg egy gyülekezethez, meg egy állam által ismert történelmi valláshoz, a magához, az Isten fiához,
a neki való engedelmesség is hozzá. Értesd meg vele, hogy enélkül el fog kárhozni. Hiába, hogy gyülekezetbe el fog kárhozni. És ilyenkor tulajdonképpen az ő íztelen, szintelen életét szint hozol az életébe, az Isten kegyelmébe, és ízt hozol az életébe, megízesedik az ő élete, ami íztelen volt, és tényleg arra volt, hogy Isten kidobja a pöcegöbőrbe, és ezért mondja, hogy ti vagytok a földnek a sója, az eklészia. És ha az eklészia megíztelenedik, elveszíti az ízét, mire lesz csak jó? Hogy egy kupacba összedobják a trágyadombon. Erre lesz már csak jó. Értitek? És ennek az előképe érdekes, hogy miért só, nekem mindig az volt a kérdés, hogy miért sóvá mered. Hát most értem ebben a pillanatban értem azt, hogy azért mered sóvá, mert a kereszténység egy sóoszlopra, egy régen használható sóra, ami megízesítette az emberek ízét, az első században még só volt, de aztán utána a következő században már a kapcsiság miatt, a benne levő uralkodás miatt, a paráználkodás miatt a vezetők elveszik az emberek feleségeit, belekényszerítik őket vállásba, a feleségeket elváljanak, és maguknak mistressként, ilyen szex rabszolgaként használják maguknak a vezetők, ugye azokat az asszonyokat, akik az ő utasításaikra elhagyták a férjéket, elváltak tőlük. Rendszerűen ezek az asszonyok mindig a vezetőknek az ágyába kötnek ki, a saját feleségük mellett, azt nem tudva. Ezért volt a Benny Hinnnek is, és látjátok, hogy mennyire igaz, amit mondok, a Benny Hinnnek is a Paul, mi volt a neve ennek az evangélikus? Paula White. Paula White, igen, ő került az ágyába Benny Hinnnek, érted? És a felesége nem véletlenül kapta fel a vizet, és mondta azt, hogy én vele többet nem leszek házasságban. Persze gondolom, aztán a feleséget megfenyegették, életveszélyesen, hogy te ezt az imédzset, amit mi fölépítünk a Benny Hinnben, az Isten munkájaként, ami valójában Lucifernek a munkája, a kárhozatra való ítélségnek föntartva, ha te ezt tönkreteszed, akkor úgy fogsz járni, mint a Batman filmnek az egyik szereplője. Heath Ledger. Mert mivel nem akart részt venni a filmbe, vagy több pénzt kellett, neki kinyírták. Aztán ahogyan a Fast and Furious filmeknek a főszereplője, gondolom több pénzt kellett neki, nem akart szót fogadni, le akarta leplezni, kinyírták autóbalesetnek átázva. Michael Jackson is, amikor elkezdett beszélni arról, hogy az Illuminati futtatta őt is, és hogy nagyon megbánta azt, hogy szolgáljuként emberek ezreit, millióit vezette be az Illuminati világrendszerbe, amikor elkezdett erről beszélni, akkor azonnal pedofil lett, azonnal gyerekerőszakoló lett, és hát ugye nem véletlenül szépen ilyen gyógyszertulladagodásnak átvázva. Minden színész, minden filmhős, minden zenész, híres filmes zenész, idol, mindenki az ő mérges injekciójuknak lesz az áldozata, így vagy úgy. Vagy autóbalesetnek lesz átvázva, balesetnek lesz átvázva. Van is egy ilyen magyar vezetőfilmben, ez egyik nagyon ismert magyar történelmi egyháznak a vezetője, aki érdekes módon ugyanilyen hasonló balesetben vesztette az életét. Lehet, hogy túlságosan összeesküvés elméletes gondolkodású vagyok, de általában az eklésziának a gondozói vagy mártír halált haltak, vagy mint János, hogy megengedte neki Isten, hogy szép csendben megöregedve halljon meg. Itt a sóvállányával kapcsolatban jutott eszembe, hogy igeben lehet, hogy nem mindig kiderült oda, amikor ott mondja, hogy a Krisztus a kő, a szeglet kő, és akire az rásik, az összetörik, tudod, hogy ez a megkövesedett izé is arra, az is összetörik, hogy így elképzeljük a... Hát igen, mert ugye lehet látni, hogy egyszer a világ, mint egy ilyen felállított szobor, hogy jön egy kő kézérítése nélkül, ami magát az Isten és az ő fiát szimbolizálja, és az ő világot leküzdő tervét, akaratát, ugye, és ez a kő ledönti ezt az állóképet, ezt a szobrot. És lehet azt látni, hogy ugye a jelenésekben azt mondja, hogy ugye a földből feljövő fene van, aminek 7 feje van, majd 8 lesz, és van neki 10 darab, meg rajta koronák. Ennek a hátán ül ez a babiloni nem is inkább azt akarom hangsúlyozni, hogy Babilonia, hanem
ördögi világnézet, tehát az ördög által agymosodtak világnézete, és tehát ez uralkodik az egész világ minden országán, hódító birodalmán, és ennek a kicsúcsosodása legvégén a kereszténység. És azt mondja, hogy azt műveli ezzel a paráznával, ami a kereszténység, tulajdonképpen az ördögi gondolkodásmódnak és az ördög által való uralkodásnak, a dogmáinak, az agymosó teológiáinak a legtökéletesebben csiszolt változata a korábbiaknak, mint a katolicizmus volt, vagy a luteránizmus volt, vagy a hellenizmus volt, vagy a Ahura Mazda vallás volt. Tehát a kereszténység a legtökéletesebben csiszolt hitető eszköze a sátánnak ma. És ez uralkodik ma, tehát tulajdonképpen minden ország vezetője ma kereszténynek nevezi magát. És minden ország régi vallásának a vezetői, a keresztény vezetőknek, meg a pápának csókolnak kezet. Hát látni ebből, hogy ez egy uralkodó, ez egy parazita kreálmány, egy creature, de sátánnak, ami uralkodik és húsba kötve tartja az emberiséget, és azt mondja az írás, hogy azt teszi az Isten, azt adja a szívükbe a fenevad országaiban élő emberekkel, hogy meggyűlöljék a paráznát, kifuszták őt, ez miben nyilvánul meg, hogy leleplezzük, hogy mi irányítja a kereszténységet, honnét ered a kereszténység, miért nem Istentől való a kereszténység, és ebből az emberek kimenekülnek, tehát tulajdonképpen így, mint egy börtön ki lesz fosztva Isten által, az emberek ki lesznek beszélve belőle, és többet az emberek nem fognak visszamenni a luciferizmusnak semmilyen vallásába se a kényszer. Ebből most már végérvényesen kijön, nem fog semmilyen ilyen szervezethez csatlakozni, hanem megtartja az üdvösségét, akár egymagában az üldözések alatt, vagy akár kisebb csoportokban bújdosva. És a világ viszont bosszút fog állni, amikor rájön, hogy mi történt, mert el fogják kapni ezeket a vallási vezetőket, és kíméletlenül meg fogják őket kínozni. És lehet ezt látni az írásból, hogy Isten el fogja pusztítani a világ által, el fogja pusztítani a Babilont, a paráznát, a kereszténységet. Ami cionizmus kereszténység. Ugye, mert a cionizmus, mindig szoktuk mondani, az emberek azt hiszik, hogy a cionizmus az elsősorban a zsidóknak való hazateremtésről szóló politikának a matricája a neve, de valójában, ha utána néztek, hogy ezt ki szorgalmazza, kik csinálják, ugye minden nemzetnek, akiknek nincsen honja, mint a palesztinoknak, kurdoknak, örményeknek, Azerbajdzsának, meg egyéb más népnek, nagyon sok nép van, akinek nem lehet saját országa, hazája. Mert azt mondják a világvezetői, a Lucifer társadalomban, a vezető országok, a G8 országok vezetői, a fenevadnak a fejei, azt mondják, hogy ide közén nem kerülhet be senki sem, és a kontrollunk rá országként, ha meg nem haladja az ország lakossága az 5 millió főt. A palesztinok nincsenek annyira, mert direkt ezért mészárolják őket a kazárokkal, a kazárok hadseregével, mert egyébként a kazár askenázin vélzsidóságnak az emberei is, az emberek éledeznek fel, és józanodnak ki ebből a hányásból, ebből a kereszténységnek a jezsuiták által való kontrolljából, hogy nekünk ki kell írtani, zsidóknak ki kell, hogy írtsuk a palesztinokat. Az átlag lakóság, a vezetők óriási bajban vannak Izraelben ma, mert nem tudják a lakosságot rávenni, hogy szavazzanak meg egy átfogó hadműveletet a palesztinok ellen, amiben végleg kiírtják őket. Ez a ma a legnagyobb bajuk a szabadkönyves zsidó vezetőknek, vérzsidó askenázim kazároknak, az ország élén, és az ország lakossága nem támogatja se Irán ellen, mert jönnek rá a Babilonból kimenekülő igazi eklésziának a profétái által, megtudták a kazárok is, az átlag lakosság, hogy mi az igazság, hogy ők csak egy templomépítésre vannak kihasználva, és utána őket ki akarják likvidálni, mint ahogyan ki akarják megsemmisíteni a palesztinokat, meg az egész arab világot, utána, hogy eltűnjön a muszlim vallás, meg a kereszténységet is, hogy eltűnjön a kereszténység. És ráébredtek a modern judaisták is, hogy itt Rothschildnak, meg az őt ösztönző sátánnak is, és a jezsuita fő vezéreknek mi a valódi céljuk,
a cionizmussal, és rájöttek arra, hogy belettek csapva, hogy a Rothschild becsapta őket, hogy 10 000 dollárral személyenként megetette őket, hogy költözzetek be, akkor fejenként 10 000 dollárt, vagy családonként 10 000 dollárt ad Rothschild, mert ő annyira szeret titeket. Pontosan ő volt az, aki a Hitler által írtotta, mészárolta a kazár szegény, mit sem sejtő, semmiről nem tehető kazárokat gyilkoláztatta lefelé Hitler által. Pont Rothschild család volt az, karöltve a magyar nemzet szégyene Herz Tivadarnak a gyilkolászó kreálmánya, a cionizmus, tehát Herz is a jezsuitáktól kapta ezt az ötletet, és ezért nem a vél zsidóságnak az ötlete a cionizmus. A cionizmus egy teljesen más, tehát ha felhasználva a kazár zsidókat, vagy a kazár embereket zsidóknak mutatva be, megszerezve Palesztinát, kiirtva az igazi zsidók maradékát, a palesztinokat, megszerezve a földet, fölépítve egy templomot, és Rothschildnak az unokáját oda bár kell ültetni. Tehát erről szól a cionizmus. Ezt mind a jezsuiták végzik és művelik, hogy ha megdől ez a hazugság, akkor a világ ne jöjjön rá arra, hogy a jezsuiták, a babiloni eszméket valló jezsuita fővezetők kontrollálják ezt az egész tervet, és az emberek ezért csak ne a jezsuitákat gyűlöljék, ne a jezsuiták által használt katolikusokat gyűlöljék, hanem a katolikus pápa által használt kazár zsidókat gyűlöljék, és hogy ő rajtuk verjék el a port. Erről szól a cionizmus. És ebből is lehet látni azt, hogy milyen gonosz a kereszténység, mert ugye még akkor nem voltak jezsuiták, de ő belőlük lettek a jezsuiták. Hát ők találták ki Konstantinnal együtt a kereszténységet, és onnét indították világhódítói útjára, ugye, és ezt úgy maszkírozták, ez úgy nézen ki, mint a Jézusnak a beszédein működő gyülekezet, de valójában ez az ősi babilonizmust képviselő titokzat vallásoknak, a főpapjainak a kreálmánya a kereszténység. Így ezt a végén el kell pusztítani. Az Isten pontosan így ezeket a gonosztevőket fogja felhasználni, meg lesz nekik engedve, hogy elpusztítsák a kereszténységet, és elpusztítsák a muzulmán vallást, és elpusztítsák a judaizmust. Vagy a hármat egybeolvasztva fognak egy újat kreálni. Ezért tanácsoljuk, és ezért ösztönzünk mindenkit arra, hogy meneküljetek a kereszténységnek minden válfajából. Mindaddig, amíg a kereszténységgel kapcsolatban vagytok, Isten ítélete alatt vagytok. Hát a kereszténység, ahogy azt mindig mondjuk és sokszor hangoztatjuk, nikolaiták uralkodásán működik, Jézabel rejtett okkultizmusának a tanításán működik, és pénzért való hazudozás, hamis profétáláson működik. Tehát ez valójában az ördögnek a három eszköze, amivel az emberiséget kordánban tartja valláson keresztül, főleg a kereszténységen keresztül. Ezt egyiket Isten fia maga mondja ellen és a könyvében, én ezt mind a hármat gyűlölöm. Azok az emberek, akik ma a kereszténynek mondják magukat, és ennek ellenére, hogy nem egyeznek meg a megváltó utasításával, hogy én ezt gyűlölöm, tehát ezt neked is gyűlölnöd kell, és utánod kell, mint a legszégyenletesebb bűn. Ahol ez van, menekülj onnét, mert ellenségemnek találtat, ezért mondja, kiköplek az én számból. Menekülni kell, mert minden a kereszténység minden válfaja ezzel operál. Hatalma alatt tart, megfélemlít a hamis profétálás pénzért folyó, hamis profétálása keresztül. Megfélemlít, húszem szent szellem káromló vagy, és neked már nincsen bocsánatod. Ugye az emberek félnek köszönösen is a károsztatástól, a végső megszűnéstől, elmúlástól, akkor mennyire inkább még attól, hogyha azt mondják nekik, hogy nem csak, hogy meghalsz, nem ilyen egyszerűen fog az életed véget érni, hanem örökké fog szenvedni az Isten károsztatása alatt a kénkővel izotóban. Maga az, hogy az Isten azzal bünteti a neki engedetlenkedőket, akik megmaradnak a különféle vallásokban és politikai rendszerekben, és főként a kereszténységben, azért, mert ez a három dolog működik, azok számára, mivel hogy engedelmeskedtek így sátánnak, a zsinagógájában sátánnak, ezért oda fognak ők is sajnos kerülni. De amit ezekben a gyülekezetekben így a megfélemlítésre felhasználják ezek a beépített szabadkönyves jezsuita vezetők,
amikor ezt hallod a szájukból, akkor hajt, hogy ez a békához hasonlító szellemiségnek a beszéde a földre essen, és ne az agyadba. És amikor hallod ezeket a dolgokat, látod, hogy ezek történnek, menekülj ki a kereszténységből, mert hogyha elmész a gyülekezetbe, és hazafelé az úton baleset fog érni, azonnal az ördög angyalai jönnek érted, és tartanak fönn téged, ez az 1000 éves királyság végén megtörténik nagy ítélet, amikor Isten előszólít minden halottat, egybeszerkeszti a testét a lelkével, és így testestül, lelkestül fognak örökké szenvedni az örökké tartó kárhozatba úgy, hogy azok, akikre hallgattak a bűncselekvés miatt az engedetlenségnek az angyalainak az ösztönzésére, azok fognak benneteket kínozni, azok az angyalok fognak kínozni benneteket ebben a bezártságban. És remélem, hogy olyan emberek vagytok, akikre Isten úgy tekint, hogy bölcs emberek vagytok, és látjátok, hogy ez a veszély ennek, és nem hagyjátok, hogy benne maradjatok Isten ellenségeként, és amikor jön az ítéltetése és elpusztítása az Istentől a keresztényeknek a mindenféle szervezeteinek, a világ által, felbőszült világ által, akkor remélem, hogy nem fogtok ti is azok közé tartozni, akit Isten így ezzel az ítélettel halálra fog ítélni, és utána pedig fönntartani az örök kárhozat ítéletére. Én csak azt akartam kérdezni, hogy volt egy olyan rész, amikor picit úgy olyan indulatosabban fogalmaztál, ilyen, mint egy ilyen szent haragszerű volt, hogy én nyilván értem, ez itt a csoportban többiek is, csak hogy azért voltál ilyen, mert ugye te is milyen benne voltál ebbe a agymosásba, ebbe a robot életmódba, és belül nagyon fáj, gondolom, hogy amit látsz, hogy ezt művelik az emberekkel. Persze, minden alkalommal érted, amikor órákat töltünk el, és a fejem fáj a végére, hogy kibeszéltem magam, és látom magam, hogy ezreknek az elveszését, az égését a pokolba. Érted? Persze, hogy bosszant az, hogy nem akarják megérteni, és továbbra is inkább a pénzért, a vagyonért ragaszkodnak az ördögnek a köpetéhez, érted, ahelyett, hogy Istentől kaphatnának olyan eledelt, amitől soha nem tudnak megéhezni többé. És persze, hogy indulatossá tesz, érted. Magával az indulatossággal nincs is probléma, hiszen nézd meg, az Isten fia is indulatos volt, amikor korbácsot font és kihajtotta őket. Tehát akkor van probléma az indulattal, hogyha megengedett fölnőni odáig, hogy halálos bűnkövessel is megolsz valakit. Akkor van baj az indulattal. Egészen addig, amíg indulattal, mert érted, valakit az Isten megfélemlítéssel, a kárzatra jutásnak a félelmével tud magához terelni, valakit egyszerűen csak tényleg azáltal, hogy értsd meg, hogy mi történt a kivégzőfán, mit tettek a fiammal, ezt te érted is véget néztem, mert téged is szeretlek nagyon, és azt szeretném, hogy velem éljél együtt az én birodalmamban, és azért engedtem meg, hogy őt megkínozzák, de ez nagyon fájt nekem. Valaki egész egyszerűen így megérzi ezt a szeretetet, és ezért nem tudja Isteni. Valaki fél a kárhozattól azért, valaki pedig egy erőteljesebb, indulatosabb rábeszélésen keresztül csak az Isten megrázni, hogy részegség kimenjen az agyából. A szeretet az nem mindig úgy nyilvánul meg, hogy agyonülelgetjük egymást, megpuszíthatjuk egymást, simogatjuk egymás fejét, jól van, majd másképp, máskor majd jobban fogsz tenni, jobban csinálod majd, és akkor máskor megint ugyanaz. Hanem valamikor nézd meg, ahogyan a zsidókat verte Isten jobbról-balról, és ahelyett, hogy észhez tértek, még gonoszabbá váltak a nagy többség, ezért csak a kisebb hányada üdvözült, ők maradtak meg az Istennek való engedelmességben. És ahogy látjuk a zsidók életén, hogy verte őket a környező népeknek az országain és a katonáin keresztül, aztán végül meg is semmisítette őket, egyértelmű és nyilvánvaló, hogy amikor megkezdődik a kereszténységnek a szétzilálása, üldözése, aki erre a pofonra, erre az ítéletre nem ébred fel, benne marad, sajnos úgy fogja végezni,
voltak palákolva a római hadsereg által, bezárták magukat a templomba, néhány hetes éhezés után elkezdték megenni a gyerekeiket, meg leölték a saját gyereküket, feleségeiket, és azt ették meg, és utána, amikor már nem volt mit megenni, akkor vagy öngyilkosok lettek, vagy megszűnt az ellenállás, és a rómaiak bementek, és darabokra szabdalták őket. És gondolj bele, az Isten ilyen csapás mért rájuk azért, mert nem fogadtak szót, akkor mi fog történni a kereszténységgel ma, amikor ez be fog következni. És ezt föl lehet úgy fogni, mint Istennek az üvöltözését, a kiabálását, a haragateli dörömbölését, hogy figyelmeztetését, hogyha fel nem vagy te ezzel, velük együtt elveszel. Ezért az indulattal nincs baj, akkor van baj, hogy az ember már nem tudja, hogy mit beszél, és már káromkodik, meg verekszik, akkor van a baj az indulattal. Vannak emberek, akik csak akkor hallgatnak, ha fölemeled a hangodat, és hangosabban, erőteljesebben kezdesz beszélni. Szerencsére például az én gyerekeim, nem kell őket vernem, hanem elég felemelnem a hangomat. Ugyanígy van az Isten is. Hogy mielőtt kiönti a teljes haragját, minden csapással teli, ő elkezd kiabálni. Elkezd üvöltözni, dörömbölni, asztalra ver, és ha az se segít, akkor azt mondja, oké, itt van, tessék, ez a tiéd, ez jár neked. És akkor másokon keresztül fog megalázni, vagy porigaláz, mégis ott is működik a kegyelme, vagy csak porigaláz, és utána fölemel, bekötőt meggyógyít, és rosszabb esetben pedig végleg meg is semmisít. Igen, csak a hallgatók miatt kértem, hogy hoztam fel, hogy ez is el legyen mondva, vagy értség. Ja, nyilvánvalóan bizonyosan lesznek emberek, akiknek ezt kell most hallani. Azok pedig, akik értenek minket, azok nem fognak leesni a székről, hogy milyen hang nem ez, mert megértik, hogy vannak olyanok, akiknek csak egyszerűen így tud Isten, így tudja megrázni őket, hogy a részegség kimegyen az agyukból. Jobban nyilvánvaló dolgás a titkolt szeretetnél.